Hát szevasztok, nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, elsősorban Foltosnak, Norbinak, Cafatnak és Devonnak is, akik már itt is vannak a chatben. Nagyon szép reggelt kívánok, srácok! Eljött az ideje! Eljött az ideje, hogy igazán rágyúrjunk a Baldur's Gate 3-ra, ami majd augusztus végén fog megjelenni, ugyanis szintén a Larian Studiosnak a játéka a Divinity Original Sin 2, és jóval nehezebb, legalábbis egyelőre úgy tűnik. Én nem is merek, ki is írtam már a címbe, nem is merek a klasszikus módnál nehezebbet választani. Én azt gondolom, hogy bőven meg lesz a kihívás így is a játékban. Bevallom őszintén, hogy én amikor egyszer úgy Isten igazán nekiálltam ezzel a játékkal játszani, akkor félbe kellett hagynom, mert annyira kurva nehéz volt, hogy nem tudtam tovább haladni. Úgyhogy remélhetőleg, hogy majd ti tudtok benne segíteni, hogy hogyan tovább. Ami már most nagyon hamarosan fel fog tűnni mindenkinek, aki esetleg ne ismerné a játékot, de miért lennének ilyenek, Jamanának nagyon szép napot kívánok, hogy valami elképesztően király zenéje van ennek a játéknak. Éppen véletlenségből mostanában készülőben van egy YouTube videóm, ami a Baldur's Gate 3-ról fog szólni, és emiatt egy kis utána járással én már tudom, hogy ennek a zene szerzője az pontosan ugyanaz, mint aki egyébként a Baldur's Gate 3-nak is, Borislav Slavov, úgy hívják a zeneszerző urat, és geci, de jó zenéje van, bazd meg! Annyira király, hogy beszarsz a gatyájába. Kinek a gatyájába szarsz be? Mindenki a sajátjába. Ja, van arról mi? Nagyon szép napot kívánok. Nem ismerem, nem is hallottam a zenéjét. Hát majd most! Akkor... Na, úgyhogy srácok, belevágunk ebbe a rohadt nehéz játékba, ami egyébként igen király, a sztoria valami elképesztően jó. Én azt gondolom, hogy a harc egy kicsit túl van tolva. Olyan értelemben, hogy a harcon belül a környezetnek a hatásai azok kicsit szerintem túl vannak tolva. Ez azt jelenti, hogy ha éppen nem mérgezett vagy, akkor lángolsz, akkor minden bajod van. Tehát szerintem ezt a részét egy nagyon picikét túltolták ennek a játéknak. Na ez a Baldur's Gate 3-ban már nem így van. Ott is természetesen van szerepe a környezetnek, de azért ennyire nem durván. Urdaran, nagyon szép napot kívánok. CRPG-k nem az erősségem, de ezen változtatni akarok. Múltkor meg is vettem az első kettő Baldur's Gate-et. Hajrá, jó játékot kívánok hozzá! Na nyomom! Egy picit, csak egy picit hallgassunk bele, jó? Most pont nem annál a résznél vagyunk, amikor úgy Isten igazán átütő a zene, de ez legyen a legnagyobb problémánk. Srácok, a videójátékozás közben úgyis bőven hallani fogjuk a zenét, úgyhogy szerintem vágjunk bele. Természetesen a történetet fogjuk játszani egyjátékos módban, és nem buziskodunk, hogy felfedező módban játsszuk, hanem a klasszikus mód. Egyébként érdekes, hogy a lehetőség van még a taktikai módra, és a történet mód az valójában én nem tudom, hogy micsoda. Mert ez nagyon úgy hangzik, mint hogyha könnyebb lenne, mint a taktikai mód, egyértelműen. És mégis itt van a végén. Szóval nem értem, de mindegy, mi klasszikus módon fogjuk tolni. Bocsánat. Még az easy-nél is könnyebb. A klasszikus szerepjátékos élmény. Ravasz, leleményes és minden veszélyre felkészült vagy. Batya, nagyon szép napot kívánok! Mi a geci van? Bocsánat. Mi van? Menjél már! Zakika, nagyon szép napot kívánok! Bástya! A kutya faszát. Mi van? Jó, megy a karakteralkotás, bocsánat a kis intermezzóért. Ő a vörös herceg, biztos, hogy nem ilyet fogunk választani, hiszen én pontosan tudom, hogy lesz egy olyan karakter, aki pont ez.
tehát őt nem választjuk. Jó, hogy most itt... Ó, értem, tehát éppen az eredetet választom, és hát az szerintem ne legyen egyiknek sem az eredete, hanem valami olyan, ami törpe, elf, ember. Szerintem legyünk emberek. Gyíklény. Azt a kék. A betyár 700, hát mennyire kék. Ez a kék herceg. Én egyébként nem véletlenül vagyok konzol játékos, Roni. Mert ez annyira idegesíti a számítógép. Hogy állandóan valami kínja van. Na jó, tehát akkor legyen ember. Addig szerintem meg vagyunk. Én szerintem sokkal jobban járnánk, hogyha férfival lennénk. Na nézzük a megjelenését. A bőrszíne búza. És lehet, hogy az identitása is. Szerencsönd jó. Na nézzük. Nem tudok rá közel... Dehogy nem tudok. Az arcár. Hát ne legyünk ilyen vén faszival. Ez egész király. Na nézzük a hajviseletet. Azt a megveszekedett 700-át. De ne túlozzunk, én azt gondolom. Jól fésült fiúval legyünk. Pillanat, nem fogok nagyon sok időt elszopódni a karakteralkotásra, remélem. De közben hallgathatjuk a zenét. Azt mondja, hogy... kupasz. Na hát lehet, hogy akkor mégis ilyen jól fésült csávó lesz. Réz. Bohóc. Bohóc színű lehet a hajunk, ez nagyon jó. Kovács. Szerintem nem is kell tovább bohóckodni, a kovács hajszín az nagyon jó lesz. Kérünk-e arcszőrzetet? Tehát ennyit biztos, hogy nem. Azt a szakállas kurva 700-át. Még szakállasabb. Extrém szakállas. Lincoln féle. Ez nem rossz, mondjuk. Hát van egy pár. Van a Barkó. Legyen magyar. Kövér László. Na, akkor legyen szerintem... órák kérdése is eldöntöm. Nem kell ki szakál. Hang. Treat the reaper for me. Try again. Better luck next time. Szerintem jó lesz a harcos, ez ilyen férfias, és nem Samunak fogják hívni, hanem Dénesnek, nagyon kreatív módon. Na nézzük, milyen karakterosztályok vannak. Mágus. Harcos. Inquisitor. Nem, menő ez a cucc. Lovag. Metamorf. Hát ez, úristen. Úristen, ez az ez a halember. Bástya, nagyon szépen köszi a követést. Zsivány. Árnyipenge. Boszorka. Varázsló. Csatamágus. Idéző. Mondjuk az nem hangzik szarul, nem? Idézzünk, bazd meg. Mit idézesz te? Dimenzió csapás, elementális totem.
Így van. Az idézet lényeg értékei a varázsló szintjétől és az idézés képességétől függenek. Megtestesülés megidézése. Saját elementál, ez is. Nem tudom, az a baj, hogy... Na jó, srácok, villámgyors szavazás azoknak, akik itt vannak. Legyünk idézők, vagy legyünk ijászok. Nekem valamiért mániám egyébként az ilyen ranger típusú ijász. Erdőjáró. Erre gondoltam, a rangerre. Hi. Andal, nagyon szép napot kívánok! Hát meg ugye még a zsibány lehetne a... Nem az lesz. Erdőjáró. Idéző. Oké, akkor eddig azt hiszem 2-2 az állás, srácok. Még valaki mondja, hogy mire gondolt, és akkor ő dönt. Gomba evő. Oké, Debon döntött. A gomba evő, nem tudom, hogy mi egyébként. De várjatok, Nem vándor, mert úgy látszik, hogy a specialitása az inkább nem az I, hanem a crossbow, amit én annyira nem szeretek. Jó, úgyhogy erdőjáró lesz, és szerintem ahhoz, hogy ilyen ijászok legyünk, talán még jobban is megy a csaj karakter. Ember az addig jó. Kicsit még megnézzük, hogy milyen lehet. A bambusz az nekem bejön. Rákleves! Mi lenne, ha azt mondanák a bőrszínetekre, hogy rákleves színű vagy? I am Melania. Jézus Mária! Blade of Mikala. Norbi, nagyon szép napot! Na nézzük, melyik a nem csúnya. Van ilyen? Jó, az első amúgy nem volt vészes. Nem olyan szép. Szapat, nagyon szép napot. Én őt választanám Szapat karakteremnek, hogyha lehetne. Legyen tánc. RPG király, én sose hallottam felőle. Szatyorban éltem eddig? A Divinity szériáról nem hallottál. Jó. Igen! Igen, egy elszigetelt, remete erdőben laktál. Egy kő alatt. Na álljátok most. Miért akarom, hogy más színe legyen az arcának? Szeretsen dió, tök jó lesz. Fúj! Még a végén mindjárt mégiscsak férfi lesz belőle. Jó, nézzük meg a haját. Nem tudom pontosan, hogy mikor a játék. Szerintem már van neki egy éve magyar felirata is. Úgyhogy olyan nagyon új nem lehet. Szerintem a barna jó volt amúgy. Apród. Pék? Úristen! Úristen, srácok! Hát akkor viszont muszáj, ha ezt a hajszínt úgy hívják, hogy pék, kutya kötelességem ezt választani. Arcszőrzet? Egyébként nem lehet beállítani, tehát ez még nem volt annyira modern ez a játék.
jó lesz a pék. Na, és akkor a hangja? I'll yield to none. Better luck next time. Better luck next time. Better luck next time. Prepare yourself. Jó lesz a szélhámos. Bejön. Jó, tehát akkor vadász. Erdőjáró, ügyesség, ravasság. Zseni, jó. Hát ebből csak levenni tudok, srácok, akkor ezt nem csináljuk. Akkor jóvá hagyom. Tehát a vadász ez mit csinál? Minden sebzése magaslatról támadsz. Ez nagyon király, hiszen pontosan magasról akarunk nyilazni. Tűzsebzés. 4 levelű lóhere. Megnöveli az esélyét, hogy extra kincset találja, amikor zsákmányt veszel fel. Most nem tudom, tűzmágus akarok én annyira lenni? Nem hiszem, hogy most ez egyelőre kell az a képesség. Oké. Okay. A polgári képességek, áru csere, az viszont fontos. Igen, tanmester, lopakodás, tolvajlás. Szerintem egyelőre nem kell. Idézni most akkor nem fogunk. Biztos lesz olyan karakter egyébként, majd az NPC-k között, vagy hát igazából playable karakterek, tehát nem NPC-k. Aki tud. Mit csinál? Megnövi a... Jó. Tehát akkor tűzmágus helyett már is tudom, hogy mit kérünk. Csirkefogó. Ugyanis ez megnöveli a mozgási sebességet és a kritikus módosításokat. Na erre van szükségünk egy faszai ijászként. Oké. Okay. És akkor itt van a Geller elementális nyílhegyek. Erre még ránézek, hogy itt még mi a lehetőség. Azt mondja, hogy normál nyílvesző kilövése, melynek... Igen. Két alkalommal átpattan a célpontra, jó. Aha, elemi sebzést kap. Első segély. Amúgy ez sem fasság. Még egyet ki tudok választani, vagy nem? De! Bár lehet, hogy a röghöz kötést kéne. Hogy sánta állapotot okozok vele. Jó, kell. Add ide. Ez nem kell. Ez kell. Yes! Szerintem alakul. Tehetség... Ja, nem Dénesnek hívják, bocsánat. A transzit. Hanem mondjuk legyen... A klasszikus. Ő Petra. Nyílgyűjtés. 33% esélyed van, hogy visszaszerezz egy speciális nyilat lövés után. Nem rossz. Nandi, nagyon szép estét kívánok. Már most. Egyébként, srácok, ha már így az este szóba került, 2 darab stream lesz a mai nap folyamán. Mostolunk egy 3 órát, illetve toljuk a játékot tovább este 6-kor. Akkor még egy 3 órát. Na, hát ugye teszi, hogy a karakteret egy alapjában szabadon. Ó. Az a baj, hogy csak egyet lehet ezek a tehetségek közül kérni. Most nem tudom, hogy a nyílhegy legyen inkább, vagy ez a gyaloglás. Tekercs, barbár. Minden mágikus kép nem kell. Bűz. Mi van? Csökkenti mindenki veled szembeni hozzáállását 25 ponttal, de közelharci fegyveres ellenfelek kevésbé találnak vonzó célpontnak. Legyünk büdösek. Ez mekkora fasság. Csúszni hozzád 5 métert a gránátjaid. Egyébként tök jó lenne gránátozni. Grőd nyilvesszők bónusz elemi sebzést okoznak attól függően, hogy a célpont milyen felületen áll. Már is jobban tetszik, mint a másik. Tehát elementális erdőjáró. Így van. Plusz sebzést kap a nyilaktól. Rik. Ezt úgy hívják, Nandi. Butcher, nagyon szép napot kívánok. Szóval büdösek nem leszünk inkább. Elementális érzékenység. Nem kell, egyelőre nem varázsolgatunk. Memória. Azt gondolom, hogy a varázslatokhoz kell memória, úgyhogy az sem kell. Remélem, hogy ezt a későbbiekben még meg tudjuk oldani. Mert ez egy nagyon király képesség lenne egy faszai ijásznak. Hogyha maxon van a HP-nk, akkor még...
még 10% kritikus találat esély. Roland, nagyon szép napot kívánok! Gerilla képesség segítségével támadás, csebzésre 40%-kal megnő lopakodás közben. Úristen! Túl sok minden van, srácok, és túl keveset választhatok. Mindet szeretném. Az alkalmi támadásokat elkerülni, hát ez sem fasság. Vágjátok az, amikor próbálsz menekülni, egy kicsit elhátrálni, aztán pitt! Köszönöm, akkor hasznos a memória az IAS-nak is, köszi. Korán kelő. Teljes érreleterővel térsz vissza, amikor feltámasztanak. A kínzó mester, na várjál! Azért ezt olvassuk el. Kínzó mester jártassággal bizonyos általad okozott állapotokat többé nem blokkolja mágikus vagy fizikai páncél. A ható idejük pedig egy körrel hosszabb lesz. Az égő, mérgezett, vérző, haláltűz, savas, fuldokló, beragadt, halál, vágy és elszakadt in állapotokra hat. Ez a tehetség. Magányos farkas. Nem, az biztos, hogy nem leszünk magányos farkasok. Négyen fogunk kalandozni. Na nézzük. Válasz címet. És ez miért jó? Ez ad bármi bónuszt? Nem tudom. Barbárnak tartanak, egy állatnak. Hát ez kell nekem. Valójában egy orgyilkosom az lesz, Butcher. Az elf csajt azt magammal akarom vinni mindenféleképpen. Azt a kurva magas elfet. Na, egy gyors vicc vagy egy hirtelen dal. Te elsősorban előadó művész vagy. Lefegyverezheted a nyilvánosságot trágár meséiddel, vagy megidézheted őket éjféli rém... Megijesztheted... Igen? Nem, megigézheted, akkor jól olvastam. Őket éjféli rém történeteiddel. Jó, hogy képességre gondoltál, azt hittem én legyek orgyilkos. Ide? Ahol a vadász van, meg a csirkefogó? Arisztokrata módon viselkedsz, ékesen szólsz, és a legkifinomultabb modorral rendelkezel. Intelligens vagy és kíváncsi. Milyen érőség. Kivégzel egy ellenfelet, visszakapsz 2 AP-t, de durva. Ja, hogy itt még volt egy csomó. Azt hittem ott a vége, várjál, csak nem görgettem le. Mondjuk ez se rossz az ételek, italok. Állatbarát, ez buzis. Jó étvágyat, Tóth Rorusz. Nagyon szép napot. Hárító mester. Igen, itt volt a magányos farkas, és akkor ezeket nem láttuk még. Micsoda rohanás, egy ponttal növelni maximum. Francba, ez is tök jó. Pióca. Gyógyulsz, amikor vérben állsz. Szabaduló művész lehetővé teszi a menekülést akkor is, ha az ellenfelek melletted állnak. Az állatbarát a leghaszontalanabb képességnek hangzott, pedig úrdarán. Jól meg tudod simogatni a macsekot, vagy nem tudom. Dávid, nagyon szép napot kívánok, köszönöm szépen a 7. hónapot. Nagyon kedves tőled. Csá, és jó szórakozást. Na jó, én úgy döntöttem, hogy én egy állat vagyok. Mármint egy barbár. Nem úgy döntöttem. Jó van,
Hát, Móka mester. Jó, legyünk banditák! Srácok, ez fontos, hogy milyen hangszeren játszom? A tamburát javasolnám. Arra blant és cselló. Hát tessék! Akkor legyen a tambura. Mehet. Szerintem meg vagyunk, srácok. Fúrúja nincs, de van ez olyasmi. Ez fúvós, ez tuti. Nem szívós, hanem fúvós. Na azért olvassuk el, hogy mi is az embernek az alapképessége, hiszen ehhez is jár a dörzsöltség és a zsugoriság. Amúgy ez mennyire jellemző, nem? Emberek vagyunk, tehát zsugoriak. Ez jó pofa. A kalandozó kedvű, magabiztos, rugalmas, időnként eszes emberek az uralkodó faj Rivellonban. Mindig a hőst játsszák végtelen háborúskodásaik során. Még akkor is, ha éppen ők a... Legyen tánc... Gonoszak. Gellemző. Megvolt a hangszer, mehet a buli, srácok. Biztos, hogy végeztem a karakteralkotással. Yes! Úgy menőn néz ki az játék. És a zenéje, baszki. A zenéje. Majd szóljátok, ha adjak még rá egy kis kakaót. Szerintem így jónak tűnik a múlt. It all happened like I knew it would. A single drop of sauce magic. Ezzel a játékkal játszottam, amikor rájöttem, like hogy a sorcerer miért sorcerer. A sorcerer forrás. The rebel panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared. And sent to Fort Joy. Hát igen. Oda tartunk mi is. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story. Egyébként felismerhető egy-két karakter már most. Yes! Láttam a vörös herceget, láttam a törpöt. Nem tudom, még kit láttam. Őket biztos. Forrásnémák vagyunk. So, still a bit groggy, are we? Don't worry, the sedative will wear off soon. Ez nem pontosan ugyanúgy néz ki, mint mi ez a magiszter? Szíván magiszter, arca egyértelműen olyan, mint a miénk, csak más hajat viselünk. Easy now, no need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. Jelentkezni kell nálad a fönt. Hát vagyunk. Ez megdugott minket? Vagy mi történt itt, srácok? So it wasn't a dream after all. Abból nem szoktak jó dolgok kisülni, hogyha le vagyunk láncolva egy zéhez. Egy ágyhoz. Nem tudom. Jó reggelt kívánok. Craig Hack. Nagyon szép reggel. Ja, igen. Igen, szerintem gyakran mentsünk majd a játékban. Most csak azért csinálok egy saját mentést is, hogy legyen ilyen. Hogy azt mondja, hogy... pénisz. És akkor tudom, hogy ez az én mentésem. Remorse lesz. Nagyon szép reggelt kívánok. Na nézzünk. Egy hajón vagyunk, ez nem vitás. Ez itt mi? Az asztalban nincs semmi. De ott láttam egy írományt az asztalon. Jó, alaposan nézzünk körül, nem sietünk fel annyira a magiszter úrhoz.
aki hölgy. De várj, ezt tudom, hogy meg tudom fogni, vagy csak én gondolom, hogy meg tudom fogni? Adottak itt már problémák. Olvasd de bazd meg! Nem ezt, nem tudom! Ja nem ez az egész asztal. Bocsánat! Bocsánat, majd rájövök, hogy mi az, amit lehet fogdosni, meg mi az, amit nem. I don't even remember them strapping me down. Nem emlékszik, hogy mikor kötözték le ide. Ó, oh. Oh, működik itt is az alt, köszi! Akkor húzzam a fejemre ezt a vödröt? Na nézzük, itt van egy ketrec. Nem tudom, hogy miért. Itt van egy ajtó, de zárva van. Oké, okay, keresünk hozzá kulcsot. Ó, azt semmibe sem mutatja, hogyha nem a földön van az item, hanem a tárolóban, akkor... azt gondolom, hogy nem fogja mutatni. Na, találtunk faforgácsot. Király. Várjátok, ezt arrébb tudom tenni? Hopp! Nincs elég erőm? Vagy mi a kurva élet van? Tényleg, azt nem tudom, hogy mennyi az erőm, srácok. Nézzük csak meg, hol van a karakter? Ez a CS lopakodás volt. Hogy a fejemre húztam egyből azt a kurva nagy csordót? Várjátok, az a baj, hogy nem nagyon tudom ám még, hogy mi hol van. Ezek a képességeim. Hol a karakter? Oké. Okay. Erő 10. Az végülis annyira nem szar. 75 kilót fel tudok emelni, hülye vagy? Hát akkor arrébb basszom ezt a szar. Tessék. An animal's die. Freight or food? Mindenképpen. Hát most még nincs semmi, amit... Bár egy ilyen mondva csinált fegyvert, azt lehet tudom az elején craftolni. Raziel Universe, nagyon szép reggelt kívánok! Hát nem, én pénzért vettem a játékot. Nem, fogalmam sincs most éppen mennyibe kerül, már korábban vettem meg sokkal. Na, most hogy már van tojásunk, srácok? Így már nem lehet semmiféle probléma. Ebben a zsákban nem volt semmi, mit csinál itt ez a szerencsétlen állat? Beszélgetek vele, jó? Shaking her fluffy coat, the sheep eyes you balefully. Her rectangular eyes like letterboxes to the void. With one sharp hoof, she kicks you right kaptuk in the shin. Sípcsonta rúgott a bárány. Na bezzek, hogyha kértük volna az állatbarát képességet, akkor most nem... nem bánt. Egy vizes pohár és némi pénz. Azt mondom, vedd fel! Bocs, ezt ott hagytam. Ja. Megnézegetem én ezeket a ládákat is, srácok, nem sietünk sehova. Arrébb dobogom ezt a cuccost. Ezt is. Ez a váza nekem nagyon megtetszett, biztos van benne valami, és... hoppá! Hoppá! Abban a pillanatban meg is van a kulcsunk szerintem az a bizonyos ajtóhoz, hogyha még egyszer megnyomom ezt, hogy nem veszem föl a cuccost, akkor nagyon ideges leszek. Did you expect a needle? Egy tűre számítottál? Na ki tudod nyitni most már? Így van, ez a kulcs, ez pontosan arra való volt, mint amire gondoltam. Akkor az összes ajtót nyitja itt a... Ó, oh, ez mi a pénisz? Mi ez? Méreg. Na nézzük, kell nekem az alma. Nagyon finom sonka. És almás vite. Ezt a levelet, ezt olvassuk el. Azt mondja, hogy... parancsok az őrség vezetőjétől fontos. Tudomásomra jutott már megint, hogy néhányan úgy kerültétek ki a raktér biztonsági intézkedéseit, hogy ládákat csúsztattatok a nyomó lemezekre. Ezt felejtsétek el. Ezek az intézkedések azt a célt szolgálják, hogy műszakváltáskor legalább 3 magiszter legyen jelen.
Bármiféle engedetlenség azt eredményezi, hogy legalább egy magisztert lehajítunk a fedélzetről. Tegyetek róla, hogy ne ti legyetek azok. Sivan magiszter. Ő az, aki minket is kínzott. Ez a magiszter valószínűleg meg is rakott minket, de ebben nem menjünk bele. És akkor itt vannak ezek a kis pillérek. Erre kéne rárakni egy hogy ilyet. Hogy nézd ki, baszd meg! Ó, van egy késem, hülye vagy! Na, felfegyverezzük, állig magunk. Hova kell a fegyver? Ide kell a fegyver. Bocsi. Na, szóval. Én lettem most már a késes dénes. És nyílik is az ajtó. Lootolok én mindent. Hát ezt mondjuk éppen nem, mert nem volt benne semmi. Ezt igen, yes, volt egy kis potion. És talán még ezt a farakást is meg lehet nézni, de nem volt benne semmi. Ez a magisztereknek a jele amúgy? Vagy ez milyen típusú lobogó? Itt is van valami a földön. Olaj, lassító hatása van, meg gondolom kurva jól ég. Ezt már most megkerülöm egy nagy évben. Nem akarok belemenni. Belementem. Gyűde, come here. Before you could lyuk van az ászlón. You hear a sniff and snort behind you as the snoring magister mumbles himself awake. One bloodshot eye opens, and then another. Itt alszik egy magiszter. Ez nem jó, hogyha... It's my shift over. You here to relieve me? Én? Én úgy nézek ki, mint egy magiszter? Wait, you're no magister. You're a sorcerer. What are you doing here, filthy scrounger? Choose your words carefully. My fists ache to meet a new face. Vicceltem, bocsánat. Francba. Na várjatok, az ügyességem az valószínűleg magas, de pontosan nem tudom az értékeimet, hogy kurvára fel kellett volna írni. Nem tudom közben megnézni. Nem tudom milyen be... C, az nem az, nem az volt, az a bujkálás. K, nem tudom. Ide mondjuk egészen kiírhatná, hogy mennyi esélyem van erre. Azt mondod, hogy az egyik odafönt átesett a korláton, a vízbe látnia kéne. Így. Köszi! Na várjál, ügyesség ti... Hát azért annyira nem magas. Baszki. Akkor nem hiszem, hogy át tudom verni a magisztert. Állóképesség, meggyőzés, kiabálást hallottál fentről? Fel kell mennie. Hát nem tudom, szerintem akkor megver, hogyha az igazat megmondom. Sikeres volt, geci! Oké. Those idiots can't even walk straight without mucking it up. Was it Ricks? I bet it was Ricks. Can't just leave the prisoner alone though. I heard he might be the one causing trouble upstairs. Hát attól függetlenül, hogy sikeres volt, még mindig a majd békén. Why in the... A colored sauce freak thinks she can hoodwink a red? Hát akkor ebből fight lesz, srácok. Kiengedtük ezt a csávót, aki nem tudom, hogy ki. De mivel, hogy az ő nyakában is van... Ilyen cucc, ő is forrásmágus lehet. Jó. Kezdődött a fight. Szerintem... Én most innen elmegyek. Ó, az egy pálya. Az egy scrollot. Adod ide. Ó, ezt beszoptad, öreg. Tessa! Kapta a sokkot, mint a kurva élet. Azon átjöhet azon a vizen. Ezt nem túlasztad el egy kicsit, haver? Na, erről beszéltem, pontosan erről beszéltem, srácok. Pisti, nagyon szép napot!
Pontosan erről beszéltem ezzel a játékkal kapcsolatban a legelején, hogy most tényleg egyetlen egyszer mozdult meg ez az ember, és már minden lángol. És ez miért jó neki, hogy saját tüzébe belemegy? Nekem egy íra lenne szükségem pont ezért. De buzdítom egy kicsit őt, jó? Nagyon buzgó lett most. Na, odáig ne menj föl, haver! Jó, így. Na, ennyi. Hát most akkor hol, hogy a gecibe oltjuk el ezt a tüzet, kis barátom? Ja, jó, elalszik magától. Azért még nagyon lángol. A fém, ez mondjuk figyelmes dolog. Nincs semmim. Vidám rossz indulattal. És még mindig jég a csávó. Hemvár. Lehet, hogy meg is hal, nem? Say your prayers while you've breath to speak them, lass. The halls await. Te hülye vagy. Most mi a kurva anyádért támadsz rám? Most engedtelek ki, te tahó. Ez mi a pénisz? Hát elementális nyílhegyek tök jók lennének, csak... Nem is értem, hogy... Hogy tudnám használni, amikor nincs. Nyilván ez mi? Pofánverés. Jól hangzik. Most ha az I betűt megnyomom, akkor leveszik az akciópontjaimot, ugye? Körül akartam nézni, hogy esetleg mi van még használható. Mindegy, üssük! Nem vesz le. Köszi. Hát mondjuk semmi sincs, úgyhogy mindegy. Esetleg majd eszegetni tudunk időközben, hogyha nagyon megverne. Hát lássuk, reális esély van. Dír! Kapta! Na gyere! Te lángoló barom. Várj, itt egy pofánverés. Din! Ó, de kapta! Hát kifeküdt. Mi, megint én jövök? Ja, igen, mert hanyatt esett, és ezek kimaradt egy körből, ugye? Ezredes, nagyon szép napod. Ó, szétverem. Még egyet. Úgy? Mi ez? Chuck Norris? Bassza meg. Ez a nyered! Csak a lábamat ne! Haza! Most meghalsz, te geci. Dír! Kész! Egyébként én sem tudom, hogy ez most miért lett volna jó neki. Mi a faszért támad rám ez a bohóc állat? Ó, a vérben is lassabban tudunk közlekedni, ha jól látom. Ott tapicskoltam a földön levő vérében. Szerintem ebbe beleszart ebbe a tálba, nem? Bájint, nagyon szép napot kívánok! Én azt tudom elképzelni, hogy ez ott a kakis tálkája volt. Így inkább nem emelem fel. Bekukkantuk ide is a másik cellába, valószínűleg ezzel nyílik, hiszen az előző cella is egy kalantyúval nyílt. Mi volt ez a... Valami történt! De nem itt. Gondolom a fedélzetem. Jó, nézzük meg, hogy a magiszternél van-e egy jó kis fegyver. Egy kulcs az van nála. A parasztja. Én fegyverre számítottam. Melyik gomba gyorsmentés egyébként F5 itt is? Ezt nem tudjátok, srácok, mert... Peti. Nem vagyok egy nagy PC gamer. Jó. Na és akkor itt van az a méreg, amit láttunk korábban. Meg elég sok loot, úgyhogy ne menjünk el eszetlen... Ó, tolvajkulcs! Már is jöhet! Aztán... Itt... Kutya legyek, hogyha nincsenek potionok. Ó, van ám! Ez milyen egyébként? Mert ez egyértelmű, hogy életerő, kis gyógyital, ez pedig... Ja, hogy ez tök üres volt, oké. Abba majd tudunk akkor csinálni valamit. Mondjuk beleütök egy tojást. Ez pedig szintén üres fiola. Nem baj, nem baj, tudunk belerakni, ha akarunk valamit. Jó, azt hittem van mögötte valami, azért raktam arrébb. És itt is valakit nagyon megkínoztak.
gondolom, hogy szintén egy forrásmágust, mint amilyen én is vagyok. Látjátok? Látjátok, forrásmágus vagyok. Empty. Okay, ez full üres. Mi a? Most ez csak valami hülye vicc, ugye? Srácok, 53 perce streamelek. Hát bazd meg, most kezdtem. Egy perce. Te jó ég. Hova lett az idő? A büdös francba. Lehet, hogy ez nem 3 órás lesz ez a, az első adag. Inkább 4. Jó, itt kurva nagy potionöket találtam, az mondjuk nem baj. Tudja-e valaki, fontos kérdés, hogy a mérget azt hogy lehet hatástalanítani? Csak tűzzel? Ugrani gondolom, nem tudom. A víz is jó? Mondjuk azt sincs rám, szerintem még. Ja, de van. Egy pohár víz, mondjuk a szállítani jobb lenne. Alpaca, nagyon szép napot kívánok. De most miért nem lett csinni a karakterem? Azt mondod, te szemétláda. Hát szégyelhetné. Én megpróbálok ráhajítani egy pohár vizet, de az nem hiszem, hogy túl sokat segít. Ha esetleg azt a hordót innen el tudnám venni, és el tudom. Ha így finoman arrébb rakom, ugye nem fog ezt törni. Jó, belementem, kész! Leszarom! Mennyi! Mi van? A kurva élet! Megbűzölögtünk, srácok, tiszta mérgezett vagyok. Hát mi a kurva anyjáért nem tudtam ezt meg kinyitni már, bocsánat, meddig tart, azt honnan tudom meg. Itt van. Még egy körig, aztán lejár. Jó. Akkor is ki kell próbálni a pohárvizet, srácok, csak a jövőre. Nem elfogyaszt, hanem tárgy eldobása. Mondjuk ennél keményebben gondoltam. Hogy föltöz bassza vagy valami. Kej már föl az anyád picsáját! Á, mindegy, akkor megiszom. Töltött egy HP-t, srácok. Az nem rossz. Most mit csináltál, Dénes? Oké, a tabbal előveszem a fegyvert. Csak megszoktam most a tab nyomkodását. Mégpedig a Fallout 4 miatt. Na jó, akkor most megkerüljük ezt az egészet, mert én nem akarok azon a mérgen átvenni. És felmegyünk a fedélzetre. Bár tudnám, hol van. Jó, ja, látom a térképen. Ott a létra. Hagyjál békén, Alpaca. Ne idegesítsetek fel. Annyi szar kértem baznak, hogy ne kúrjatok fel streamelés közben. A Butcher előtt elküldött valamit. Szerintem 5 perccel mielőtt elkezdtem a streamet. A státusz törvénnyel kapcsolatban. Na várjál, ezt miért nem tudom kinyitni? Azt hittem mindenhova jó a kulcsom. Na várjál, akkor ide még benézünk. Van egy tolvaj kulcsom. Kurva anyád! Jó, elbasztuk a tolvaj kulcsomat, mi? Elám! Jó, akkor volt, már nincs. Természetesen ezzel fogok játszani, mert az lesz este is. Valami problémád van ezzel? Hogy könnyebb lett volna ezt az ajtót betörni? De szét fog esni a késem. Egy postos konyhakésem van. Tartóság 20. Na figyelj csak. Most nem fogsz. Ah! Nem! Ilyet nem játszunk.
De méreg van ott, bassz meg! Mivel? Milyen gyertyá? Jó, tudom. Ó, tudom. Egy gyertyát elveszik onnan. Na gyere, gyere, gyere. Úha. De lassított felvétel. Azt a Igen, igen. Már régen nem megy egyébként a izében az olajban. Nem tudom, miért ilyen keci lassú. Tedd már azt a szart. Jó, megfogtam a gyertyát. Várjatok. Oda. Zúj! Király! Akkor most megvárjuk, amíg elalszik. Nem fájt. Na. Még ezt is elfújja. Nézd csak. Ó, oh, hogy ez az ajtó az ennyire szar állapotban van. Oké. Okay. Szétbaszom. Yes! Most miért lettem mérgezett, baszki? Hát egész eddig ezzel szarakodtam! Mert itt volt egy ekkora kis pötygeci! Vagy mi? Ez szemét ez a játék, srácok. Nagyon-nagyon gonosz. Ja, hogy ezt így kellett... Aha. Ez az ajtó, ez valójában ezzel nyílt ki. Itt van valami. Kártya. Visszük a kártyát. Még egy pakli. Egy gyertyát is el tudok rakni, nem? Nem tudom elrakni. És most ezért jöttem be, hogy elrakjak két pakli kártyát? Azért ennél nehezebb volt ide bejutás. Slack, nagyon szép napot kívánok! De... Jó. Én egy picikét ennél a két pakli kártyánál nagyobb durranásra számítottam. De akkor most már tényleg menjünk fel az emeletre. And I'm back where I started. Nowhere to go but up. Biztos, hogy elhagyod az oktató fedélzetet? Igen. Nem megalázó, hogy ez eddig oktató volt, aztán háromszor már nem meghaltunk. Sokkal régebben kezdtem, mint az vállalható egyébként, Slack. Most az előbb lepődtem meg rajta, hogy lassan egy órája megy a stream. Nem vagyok másnapos. Ja, hogy itt jöttem föl? Oké. Okay. Ott a magiszter, nála kell jelentkeznem. De előtte azért körülnézünk ám itt. Itt egy kis kötet például. Azt mondja, hogy elolvassuk. Túl régóta tekintettünk a forrás mágiára a társadalom megbecsült alkotó elemeként. Mégis, ha csak a forrás király uralkodásának idejére tekintünk vissza, megérthetjük, milyen pusztítás képes véghez vinni az ilyesféle hatalom. Egy nap egy másik rendnek a forrás vadászok nyomdokaiba kell lépnie. A forrás mágusokat el lehet, és el is kell némítani. Vredamtól kapott új típusú forrás bilincsek bizonyultak a leghatékonyabbak. Hát az van a nyakamon. Egyesek szerint karaktert alkottam, Slack. Ez mi? Na jó, várjatok. Azt mondja, hogy van-e bármilyen receptem? Hi. Nyilván nincs. De gajra kötött ideg, az van. Mi ez? Valami fegyver. Kis ügyességital, tűznyíl, tüzes nyílhegy. Na hát ez pontosan semmim sincsen, hogy legyártsam. Tüzes nyílhoz szint úgy nincs. Ha lenne gombám, akkor ügyességitalt tudnék gyártani, de várjatok, szerintem például health potion-t az nem annyira bonyolult gyártani. Szerintem ide beteszek egy ilyet, üres fiolát, meg egy almát.
Ennyire nem könnyű. akkor egy tojást. Tojást. Tudok bármit gyártani? Csak annyit mondj meg, bucsár, léci most. Sushi. Bele gyömöszölöm a fiolába. Semmi? Kösz. Akkor nem szarakodok. De jó tudni, hogy van ilyen is. Hogy itt lehet craftolni ebben a cuccban. Ó! Oh. Egy egyszerű dal. Király. Mindjárt elolvassuk. Először, ez egy üres papírlap, azt nehéz lesz elolvasni. Azt mondja, a liszt a gyomorban jót nem tesz. De lisztből és vízből tészta lesz. A tészta a tűzön kenyérré lesz. És a kenyér már igazán jót tesz. Bölcselet. Remolian, Kecsú, nagyon szép napot kívánok, szevasztok. Tanultam egy új receptet, tudok kenyeret sütni, geci. Na, bocsánat. Na, gyere. Tabot öregem, ha még egyszer megnyomom, akkor pofán baszom önmagamat. Vagy fejbe rúgom. Oké, van egy helyreállítás tekercsem. Szerintem most ez a lényre belül Roher az pont azt a képességemet mutatta, hogy ezt nem találtam volna ezt a tekercset ott bent. Ó, Slack nem volt itt az elején. Amikor? Nagyon kedves tőled. Amikor kiválasztottuk a hajszínét a karakteremnek, az volt odaírva, hogy pék. És ezért választottam ezt. There you are. Not too tight, I hope. The collar. Jaj, nem túl szoros, ugye? Not to worry. Every dog has to get used to its leash. Hogy beszélsz velem? Mindjárt kapsz egy löffet. In the meantime, your next stop will be Magister William. William magiszternek kéne jelentkezni. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. Okay. Amúgy menő fegyvere van ennek a csávónak. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Jó, a másik oldalán lesz a fedélzetnek. Ja, hogy itt visszapörgetve meg tudjuk nézni a korábbi beszélgetéseket is, király. Megemlítsem neki? Megemlítem. Is he? Oh well. Some problems simply. Néhány probléma egyszerűen csak megoldódik meg. Például, hogy meghalt valaki, igen, az csak úgy megszokott. Szerintem távozok. Nem akarok ezzel a magiszterrel beszélgetni, mert lekutyázott. Ó, oh, itt mi a Phoenix? There's been a murder here. Hát mi az? Itt bűzölök egy hulla. Behind the Magister, a bloodied mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. Okés. Inkább nem nézel be a szobába, megkérdezed, mi történt. There's been a murder. Gyilkosság. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time, or you'd be a suspect like the rest of them. Okay, én nem vagyok gyanúsított, úgy tűnik. Waters is investigating. She'll figure out who did it. Rá fog jönni, hogy kitette. Ismerted a halott férfit? It's a small ship. His name was Finn. Oddball. Looked to me like he saw something he wished he hadn't before he came here. Uh-huh. We'll find out who did it, one way or another. Persze. Nyilván rájöttök, köcsögök. A péniszt felülírjuk. Na várjunk. Erre ki tudnék menni a hajóból teljesen? Lehet, hogy a fedélzetre. Megcsodálhatnánk akkor a nyílt vizet. De most még itt tudom, hogy van dolgom. Például elrakni a lootot, mert ez nem nagyon megy.
Úgy azt mondják, hogy nem természetes halállal halt meg, hanem valószínűleg forrásmágus ölte meg a forrásmágust. Tehát rabarabot. Ó, itt van. Szerintem ő Sibyl, a barátunk. Igen. An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like the dry cackling of an old witch. Snake eyes. Okay. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. Mit csinálsz? Rolling dice. Okay. Deciding fates. Tehén belegből is tud jövendőt mondani, viccelődjünk el egy kicsit, biztos imádni fogja. She eyes you quite seriously. Aha, tudtam, hogy nem jó a humor érzéke. Not the future, no, but I can read the past in flesh. De ez kurva beteg egyébként. Being an elf, you see. Ebben a sztoriban az elfek, azok szoktak embert tenni. Mégpedig azért, hogy aztán az emlékeit lássák. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? Szerintem inkább ne csináld. Ki tudja, hol járt még a nyelve? She chuckles once more. That red-cheeked refusal tells me more than licking you would. But suit yourself, darling. Don't worry, honey. It isn't yours. Jaj, nem az enyémről. She looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lips. Never say never though. Okay, nem mondom. Nyilvessző szár, vágódeszka. Na pontosan ebből a kettőből fogok összetákolni. Nem, egyébként valószínűleg ebből még nem. Kombinál. Én ebből csinálok egy íjat magamnak. Nem csinálok. A francba. Most mi a pénisz van? De nem akarom ezt, hát hadd zárjam már be az Isten szerelmére. Ó, itt van a vörös herceg. Mindenhol előre a gyilkosságról beszélnek nyilvánvalóan. És ő kicsoda? A scruffy man lounges against the wall with scarred arms folded. A sly smile playing on his face, he stares across at the magister guarding him. Noticing you, he straightens and beckons for you to come closer. Közelebb lépek hozzá. Watch your back, new fish. There's a murderer on board and I'd bet 3 months pay it's this. Ő biztos benne, hogy ő az. Ifan. Rolling his eyes at the magister's warning, the man named Ifan beckons again. Közelebb mész, de a kezeidet ökölbe szorított, hátha elfogulnak a dolgok. He leans in and adjusts your collar with a sharp tug, balancing its weight so it no longer presses unpleasantly on your neck. He winks. Ó, de kedves. Pinches less that way, right? Megigazította a nyakamon ezt a cumót. Hocking a phlegmy gobbet in your general direction, the sullen magister settles back to his task of glowering at Ifan. And now, you. Miért gyanús, we used to know each other, more's the pity. Oh, I was his commander many, many, many moons ago. Isn't that right, Vic? Az durva, mondjuk. Tehát most itt főnökösködik neki ez a magister. Pedig korábban Ifan volt a főnöke. Standing far back from Ifan, the tight-faced magister draws one finger across his throat in an elaborate fashion, but says nothing. Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Johnny Big Pants. Look at that. Johnny Big Big Pants. Who the fan? No. Nem ő volt. The dead man, Finn, is it? I'd no business with him. And I wouldn't put a man down without good reason. He glances over at Magister Victor, who's staring back at him. Damn shame, sheer annoyance isn't reason enough. Megkérdezem, hogy mit te? Long story.
Maybe I'll tell you about it in the joy. Away from interested parties. Okay. If Ant performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips. Tehát azt mondom, hogy inkább beszélgetünk, ha odaértünk, ez a lényege. Maybe that has the Magister's more concern than your appetite. Don't you get itt van az izé, azt a rohadt kurva 700-et. It was one of them. Ennek miért lehetne befonni a karján a szőr? Ja, ennek meg a hátán is, geci. De mi bajuk van ezeknek? Azt a kurva 700-et, nézzétek már! Én nem tudtam, hogy a törpek azok ilyen szőrösek. What have we here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? See, the lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. Lássuk, hogy hova vezet ez. There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find prime merchandise on a squalid little ship like this. That's who, yeah. Now, is egy fogoly. You will answer me three questions. The first one is this. Ez nem hím soviniszta, ez a duma? Hogy tudok-e főzni? Igen, konyhatündér vagyok. Ah, music to my beleaguered stomach. On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? Oh, azt is tudok, mindent tudok. Satin on my scarlet skin once more. A most satisfactory answer on then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art minek of nekem. Cosmetics is what I'm after. No, nah. Srácok. The very basics then. I suppose that's a start. Rúzs és a púder. So, three questions asked, three questions answered. As per your own testimony, you can cook, tailor, and okay. I offer you my sincerest congratulations. Mostantól fogva a rabszolgám vagy. You are my slave. Azt mondod, most a legszívesebben képen törölnél. You should probably come to terms with the fact that you've half a mind, full stop. Rein in your impertinence, will you? I'm a fair man, but I won't spare the rod. Anyway, you may leave me for a moment. We'll go over your duties once we reach Fort Joy. Hát jó, ez tök hülye. You, Jill, is that right? I have a few questions for you. Here's the register, ma'am. Good, good. Magister Williams has just about done with the last passenger. Meg. You faring okay so far? Köszi, tök jó. Glad to hear it. You head on in now. Williams will get you sorted fast. Jó, akkor menjünk Williamhez. Bár... itt még van valami. Gyerekek is vannak, forrásmágusok. Ú, szegények. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. Ez mit csinál? Ja, mindenki próbálja leszedegetni magáról ezt a fos nyakörvet, de nem sikerül. There you are, wife. Hogy mi? Would you please tell this very charming gaggle of not at all brat-like babes that I am by no accounts this loser woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly, deathly allergical. Hát jó. How very correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de Peeb refuses to be confused with anyone else. Mondják akárhogy. Itt van a neve. What? What's so funny? Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh. Yeah, okay, you found me out. Go on and git, and maybe I'll sing you some- She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flatly. Gotta keep ourselves entertained, haven't we?
Ez kétségtelen. You presume right. Tud-e valamit a gyilkosságról? No, trying not to find anything out either. Ignorance is bliss. The utterer, the better. Hát ez elég nagy fasság. Thanks, but I already belong to an elite and exclusive ship gang. We play ball every day after lunch. You're too sick for it. You take care, though. Suddenly, hát ez nem akar barátkozni velünk. Unnatural black. Grayish veins run down her face, and her mouth tightens into a cruel sneer. Van baja. As quickly as they came, the clouds clear. She smiles. Megváltozott az arca egy nagyon rövid időre. Good luck, chief. Ide még be akartam kukkantani. Come on, please, Lisa. I forgot how to sing. I did. Ja, meg itt a zsákokban is lehet még valami. Egy limonádét találtam egy zsákban. Ez fontos. Ez mi volt? Hálózsák, ez tök jó. Most meg akarjuk állapítani, srácok, hogy ki a gyilkos, vagy szarjuk rá. No known associates. In fact, he seemed quite averse to spending time. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source. Üresség fattyak. Finn didn't see it like that. He was desperate for us to help him. Two things scared the living daylights out of him. Érdekes. Ez volt olyan, aki megrémült a saját varázstudásától, és ezért tulajdonképpen úgy érezte, hogy jó az, hogyha fogva tartják a magiszterek. We'll find out who did this. She looks up at you with a mirthless. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep, though. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. With that collar on, you aren't. Listen. I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up. Milyen kedves tőle, meg is kér. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Remek ötlet. Thanks. I just want to catch whoever did this before they hurt any. Hát ez valószínűleg mérges lenne, hogyha most megpróbálnám meglootolni ezt a holttestet. És akkor menjünk tovább. What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep it quiet long enough for me to listen. Ja, itt van a feljáró, amit nézegettünk. Slackkel alapvetően minden magisztert meg szoktunk ölni. Rosszak vagytok. The hatch is blocked. Micsoda? I need to find another way. Ja, hogy itt nem tudok felmenni, akkor várjatok. Would you put a knuckle in it? I'm trying to. Akkor muszáj lesz beszélnem azzal a seggfejjel, a Williammel. Azt hiszem, így hívják ezt a magisztert, aki ezt küldtek most a hajó másik felébe. Ez megvan. You spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then? You murdered that poor fella? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. She turns her head and looks you straight in the eye. There you go. There are others whose lives must end. Good God, the woman's mad. You there, sorcerer, go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her hands and feet. Igen, uram. By all means, do as the officer says. But you had better hurry, because... She reaches for her collar and ennyi. Simply removes it. Egyszerűen levette. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts source, the Voidwalker will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. Wow.
Ugye nem engem fogsz bántani? Nem csak. Hát végül is most felmondhatnám, hogy ki a gyilkos annak a magiszternek. What happened? Csak kaptam XP-t. Pedig nem csináltam semmit. Meglútolom a halott. Azt a milyen trancsír maradt itt a magiszterek után. Az anyjuk nem ismerné fel őket. Jó, három embernél volt egy arany. Összesen, ez tök jó. Na most aztán. Hát srácok, eljött az idő. Hát egy ijásznak azért kell így, nem? Végzek mindenkivel. És most már itt alul láthatjátok, hogy aktívvá is váltak akkor a vadász képességeim. Yes! Viszek egy bort azért, jó? Hogy legyen mit inni. És én tényleg visszamegyek, hogyha még ott találom azt a passzit, akkor én elmondom neki. Tudom ki a gyilkos. Nem mondjuk elfeküdt. Nem tudom, hogy éle még. Biztos. Mi a geci? What happened? Biztos a fehér répa. Must have been the turnips. Water? Wine, for goodness. The lizard's eyes close as he slips into unconsciousness. Mindenki elájult ettől a varázslattól, amit itt a forrás mágus csinált. De azért az gyorsan... Mi? Miért volt ennél a kutyánál egy szem? Azért ő gyorsan elmondta, hogy inkább víz helyett bort öntsek az arcába. Kis ínyenc. Azaz. Azaz, most durva lesz itt a cucc. Olyan mester lövészkedések következnek. Jó, ez is ki van ütve. Mi a pénisz? Folyik be a víz a hajóba, bazdmeg. Erre folyna inkább rá, és akkor nem gulladnék most meg. Érdekes, a magiszterek halottak. Ezek csak elájultak, úgyhogy lehet, hogy minket nem akart bántani valójában ez a gyilkos. Még az is lehet, hogy nem is ő tette ezt a gyilkosságot, hiszen az egy társa volt, egy forrásmágus. Na basszus, öltözködni is mindjárt neki állunk, azt figyeld, ja? Pont ugyanolyan. Nem feltétlenül. Erre nem számítottam. Srácok, egy pontosan ugyanolyan foltos inget felraktam, mint amilyen ez, és megváltozott a kinézetem mégis. Szerintem prostitútnak öltöztem most így. Ez az új stílusom. Jó, na az ilyen húsit, azt meg lehet etetni az elfel, ami geci gusztustalan amúgy, de hasznos. Itt van egy könyv is, várjatok csak. Na ne butáskodjatok, nem rohanunk sehova. Egy sodrás falvi könnyed leány csókot ígért, de úgy bizám. Ajánlatát elfogadtam, de hamarost felkavart, hogy hatalmas pók ő, én meg a legyecske, jaj. Lakomája után megnyalta vörös ajkait, felkeltem a földről, amíg mozogtak karjaim. Megköszönte jöttömet és búcsút intett nekem, imáimat meghallgatta, bár térdem még mindig remeg. Mondjuk ezt kihagyhattuk volna. Az igazság. De nem baj, srácok, legalább nem gondoljuk, hogy ez a könyved valami nagyon hasznos dologról írt a sztorival kapcsolatban. Most már fel tudok menni? Nem, itt nem, csak a másik oldalon. Na jó,
nem kapodunk ám annyira. Oda még benézünk és fölmegyünk. Csaba, nagyon szép napot kívánok! Na ne szopás! 400 HP-ja van ennek az ajtónak. Baszd meg! Na, ezzel nem megyünk be. Megpróbálok innen, várjatok. Legyen tánc... Hát ennek is 400. És szint úgy zárva van? A faszomat! Kellett nekem elbasznom a tolvajlás képességemet, hogy mit ad. Azt a mester kulcsot. Kár, hogy nem tudom vagy nem tudom? Várj. Kizsebel, nincs ilyen opció. Pedig álmában azért elvihettem volna az hiszpe körül. De buzi! És nincs egy darab tolvaj kulcsom, amivel... Most ezt megpróbálhatnám kinyitni. Várj, ott az asztalon nincs. Kártya az van. Azzal mondjuk nem nyitom ki. Szerintem fontos az a kártya ott a földön. Sajnálom Csaba, ígérem nem fordul elő többet. Mi? Vitrin? Ha Bony Árpád is itt van, akkor vagy? Viszek egy palac bort. Már nem az első egyébként, de mindegy. Jó, megyünk föl! Hány szintes ez a hajó? Nedves a kutya. Az nagyon büdös ám, azt tudjátok. Az ázott kutyánál büdösebb nem nagyon van. Dír! Na most, ezt elmentem. Mert annyira jó voltam. És akkor lehet, hogy majd tényleg rá fogok szokni a gyors mentésre. Csak attól félek, hogy akkor mindig újat csinál, mindig új autószévet, és ez engem rohadt üdvegesít, hogy jött most egy csomó mentés lesz. Csak itt egy rövid szünetet már is tartunk feltok, mert... Mert? Mert másfél órája megy a stream.
Már megyünk is, srácok. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a játék, ez igényli. Igényli az időt. Úgyhogy nekem az volt az eredeti tervem, hogy még a mai nap azért is van dupla stream. Ugye most elkezdtünk egyet délelőtt, meg este 6-kor is lesz majd egy. Hogy eljutunk a Fort Joy szigetről. Most már sokkal szerényebb vágyaim vannak. A hajóról jussunk le. Megyünk! Oké. Okay. Itt eloltottuk a tüzet, ez már nem fáj, ugye? Gőzfelhő, remélem nem fáj. Ott kigyulladt a hajó. God damn it! Need to get off this wreck and quick. Itt azért vannak még halott magiszterek, nem is kevesen. Azt nem tudom, hogy az komoly-e, hogy most itt időre megy, de én elkezdtem parázni. Hé, ez egy jó pink, basszony. Nem, ez egy ugyanolyan. Csak máshogy néz ki. Értek, ugyanolyan, de máshogy néz ki. Ne, a sebzése ugyanannyi. Ez nem ilyen mondva csinált. Fazék, kell. Még kíváncsi vagyok, itt mennyire lesz abból a probléma, hogy mennyi mindent tudok magammal vinni, nem bánt a kutya? Jó kutya ez. Ez pedig egy fagypáncél tekercs, mágikus védelmet ad. Jögin, ezt teljesen elfelejtettem, srácok, hogy ebben a játékban, ebben a fizikai védelmünk, az teljesen máshogy van, mint a mágikus védelem. Mi? Ezt én beverem. Hát, szétlövöm. Úgy. Lőd! Az ijász. Gyerünk. Ennyi. Ez nagyon életű volt. Wow! Na! Olajflaska is van már rálunk, és egy rongyos cipő, ami még fizikai védelmet is ad. Úgyhogy ezt most gyorsan fel is cípem. Mit csinálok? Hagyjuk. Szóval felveszem, oké? Okay? Ez mi? Napló. Ez a hajó napló? Azt mondja, elkönöldött tinta megnehezíti a napló olvasását, de a legutóbbi bejegyzés nagy részét sikerült kivenned. Mi volt ez? Ennek nem sikerült. Viszek tintát, akkor az a lényeg. Tudja kiírni. Mi ez?
by divine grace, who was that howling? Ők valamiért túlélték. He eyes the collar circling your neck and reaches a hand Bossa towards his meg. Blade. Ez gond. Another sorcerer. Mi folyik itt? Mit látott? Like you don't know. Mutiny. Did that witch fix your collar? Nem. Nem. Hát intelligenciám az nem túl sok van, úgyhogy nem biztos, hogy ezzel meg tudjuk győzni. Erről a nőről kérdezett, biztos benne, hogy forrás, mágusan. Jó, abban én is biztos vagyok. Megtámadom, nem. Hát ez szerintem egyik sem fog működni, srácok, úgyhogy ebből fight lesz. Then the mutiny ends. Akkor legalább tökösen álljunk bele. Jó, tűzsebzés. Nyomok rá egy ilyen nyilat, ez milyen? Kintő nyíl, az sem hangzik rosszul. Jó, akkor kezdjük ezzel. Dír! Oké, megkapták az égést. Illetve megpróbálom az egyik őjüket tényleg kiütni. Jó, hogy ez ilyen gyökerek! Ellie, nagyon szép napot kívánok! Hát ezeknek semmi esélye nincsen velem szemben. Milyen buzis magiszterek ezek? Jó, neki van azért még fizikai védelme, várjatok, akkor lehet, hogy... Ezt miért nem tudom? Ja, mert ez 3 akciópontba kerül. Még az előbb jó lett volna az elementális nyílhegy. De most már basszhatom. Dír! Pajzsod fel! Azt jó lenne tudni, hogy ez pontosan mit csinál az a képesség. Hát nyilván megvédi, de... az összes fizikai védelme viszont töltődött, bassza meg. Akkor buzdítom saját magamat. Aztán lövök. Dír! Ebből baj lesz. Nem hiszem, hogy megkapok ilyet. Mert már nincs itt tűz. Francba. Jó, mellé ment. Ez már kevésbé. Ezt szerintem lenyomjuk azért. Jó, már veszem a HP-ját. Dír, királyság. Én nagyjából ismerem ezt a játékot, Eli, csak annyira nehéz számomra, hogy nem tudtam tovább jutni egy részem. Csak akkor kiléptünk a fightból, ugye? Jó. Ennél se sok pénz volt. Hol a másik? Hol a másik magiszter? Ja, ott. Az még ott megdöglött. Ezt elolvasom közben. Ez volt az? Igen, levél. Azt mondja, édes Stefinem, mikor ezt a levelet írom, még a sziget közelében vagyunk. Mire a baglyok eljuttatják neked, már egy napjára leszek. Követtem Alexander parancsait, hiszen te is azt mondtad, tegyek így. De gyakran eszembe jut Lucien. Vajon az egyetlen elnézte volna mindezt? Gondolom ez egy istenség az egyetlen. Áldását adta volna ránk, mikor a gyermekeket elszakítottuk az anyjuktól? Biztos ez az egyetlen út? Fázok. Belül és kívül is. Egy dologban azonban biztos vagyok, a karjait felmelegítenek majd, mikor újra találkozunk. Szeretettel, Rix. Itt is van valami könyv, várjátok. Nem is egy. Jó, ezt mindet visszük. Biztos vannak olyan könyvek is, amiből képességet lehet kapni amúgy. Bracchus önkér uralma a kemény évtizedek alatt egyre csak terjedt. A forrás és politikai hatalom utáni éhsége által vezérelve addig sosem látott szörnyű eszközöket és mágia fajtákat fejlesztett ki. Az élőket halállal, a halottakat feltámadással büntette. Rengetegen próbálták megállítani. Varázslók, filozófusok, tudósok. Végül a forrásvadászok rendje kényszerítette térdre Bracchus Rexet, hogy vezekeljen bűneiért. A forrásmágus uralkodók egykor kiváló tetteket vittek véghez mindenfelé. Első napjaiban Bracchus így is tett, és így tett arról a szigetről, melyet otthonának nevezett. Idővel azonban sok más dolgot, a forrás fokozatosan őt is megrontotta.
Kapzsisága és félelme annyira elhatalmasodott, hogy Iker testvérével, Kasszandrával egy lélekkohót készített. Miután végeztek a rítussal, Brakusz élőhalott lidércé változtatta, hogy ezáltal mindketten örökké élhessenek. Meg ezt gyorsan. Habár a forrásvadászok vitézül küzdöttek, nem láthatták előre, hogy a makulátlanok kultusza feltámasztja Brakuszt. Akkor most az él. Életünket annak a két rendtagnak köszönhetjük, akik legelőször küzdöttek azért, hogy igazságot szolgáltassanak Brakusznak. A forrás király halott. Emlékművei viszont fennmaradtak a vidéken kegyetlenségének, kapzsiságának és arganciának hátborzongató, de szükséges emlékeztetőiként. Akkor ez nem volt olyan jó fej ez a Brakusz Rex. Olvastam valahol, hogy a történet önmagában nem érthetetlen, de ha ismered a régi Divinity játékos sztoriát, akkor sok érthetővé válik. Ez biztos így van, hogy segít, de szerintem önmagában teljes mértékben játszható. Ez nem én vagyok ott a képen, várjatok. Mintha én lennék, nem? Várj, és ha leveszem innen. Jó, azt hittem van mögötte egy gomb vagy ilyesmi, de... Most elvittem a képet? Nem tudom. Jó, itt is körülnézünk még. Helyes, itt azért volt loot bőven az asztalban. Könyvek között nincs. Akkor próbáljunk erre tovább haladni. Ez az ajtót, ezt úgy látszik, hogy megint be kell, hogy lőjem. Dír. Meddig. Ja, hogy oda dobtam át az ajtó mögé, ez jól sikerült akkor. A vitrínben nincs kutyaszár sem. Én ezt a képet is megnézem, hátha. Valami így nagyon halaványan rémlik, srácok, hogy egy gomb volt valahol. Egy kép mögött, vagy valahol. Ezt simán kinyitottuk, hála Istennek, mert valami 400 HP-ja volt. Igen, ennek hallottam hírét, Remorian. Korábbi részekben éppen, hogy ilyen magiszterekkel vagy, vagy mi a pénisz. Azt szeretem, amikor nem egyértelmű ugye, hogy ki a jó és ki a rossz. Ezeket én már meg nem bukoltam még meg, úgyhogy majd most... Ide visszajövünk. Már nagyon csilingelnek. The marking on the door was painted recently. Frissen festették. Figyelmeztetésnek szánták, hát gondolom egy halálfél semmi jót nem jelent. Először elrántam akkor a kezemet, de egy mentés után pedig kinyitjuk. The moment you touch the door, it doesn't budge. Ja, hogy meg sem mozdul, akkor így mondjuk nehéz lesz. Valami nagyjal nem tudom bebaszni. Igen. Akkor keresek tovább. Ott is van egy magiszter. Én azt hittem, azt már réges-régen megutoltam. Szerintem nem. Na most viszont... Mégis így is megpróbálhatom, hogy szétlövöm a hordót. Aha, működik. Itt egy kulcs. Koponyával jelölt kulcs, biztos, hogy ez az. És a jegyzet, az pedig... Jó, mindjárt elolvasom, bocsánat. Azt mondja, hogy... Murtot, a raktárban halálködös hordókat zártak el. Te és Vix is tartsátok magatokat távol tőlük. Ha valaki szórakozni merészel odalent, velem gyűlik meg a baja. Calvin Magister. Itt van valaki. Szia.
You pass through the door and are suddenly face to face with an undead. His skull is bizarrely angular, and a glorious jewel sits in the middle of his forehead. The skeleton is quickly leafing through a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia, muttering to himself. No, no, no! What damn fools record knowledge on a pulped tree? It catches fire, as our it turns papier. Into must when wet. It cannot even resist acid. No wonder they're so bloody ignorant. The skeleton looks up and notices you for the... Oh. Yes? Shouldn't you be running or screaming or something? Dehogy támadom meg. Megkérdezed? Nem kéne neki ugyanezt tennie, a hajós hülyed. The skeleton groans and looks back to his book, frantically flipping from page to page. I know your god did not gift you with much, but kindly use the little you were given. Do you look at me and think, why yes, there is someone with organs enough to drown? Trifling matters like what poison would concern me. Nope, damp robes are the most I have to fear. Once this glorified skiff hits the seafloor, I will simply walk to shore. Hát jó. Whereas you, I believe, have lifeboats to pointlessly squabble over. Okay, akkor én megyek. One of your race's weaknesses is having your lungs filled with water until you can no longer breathe. So the skeleton resumes his search, leafing through page after page, while hunching over the book in a futile attempt to keep it. Szóval, megvan a kulcsunk. Kinyitjuk, de ott valamilyen halálköd vagy mi a pénisz van. Úgyhogy azzal vigyázni kéne. The moment you touch the door, your belly goes, the door groans open. But an... Igen. Aha, ott jön be valami. Ezt a magisztert még gyorsan meg tudom lootolni. Meg talán még őt is. Én megpróbálom, úgy is mentettünk. Hát nem volt valami sok minden nála. Jó, mehetünk. Visszazárom ezt az ajtót inkább. Jössz már? Hogy? És akkor felmegyünk a fedélzetre. Mi van, nem mész? Majd ezt megkukkantam a naplóban, hogy pontosan mi történt. Üresség dögök. Állítólag annyit már tudunk, srácok, hogy ezek a lények, ezek akkor jönnek, hogyha forrás mágiát használsz, valahogy ide vonza őket. És ugye volt az anyanya, aki már ezt megtett. Ezek viszont nem olyan gyökerek. Hát, ha tudok mindegyikre lőni. Aha! Ugye nem fogsz megölni? Átment a mérgen simán. Kapta is a méregsebzést. Jó, egyik megvan. Milyen menő a zene? Hányat tud ütni? Azt hiszem kéne egy heal. Ez egy akciópöldjbe kerül, de teljesen maxon healelt, úgyhogy királyság, túléljük simán. Jobb egér gomb az ellenfélre, és megvizsgálhatod, mire allergiás, mi az erősség. Köszi! Meg is nézem akkor. Ez nem kerül akciópöldjbe? Igen, ezek a hatásai, és hát most nagyon sok mindent nem tudtunk meg róla amúgy. Akkor végülis van még egy akciópontom. Ez a buszgó hatás egyébként nem tudom mit ad. Megnöveli az elsődleges tulajdonságokat. Dögölj meg! Oké. Van még? Van még itt. Dög. Ez akkor nem volt semmi. De! Nyers belsőségek kell. Amúgy... Hogy néz ki a vízba? Ez mi a lófasz? Ez a Kraken?
Kurva jól néz ki a víz. Innék belőle, esküszöm. Tudom, hogy sós. Jó, tudom, hogy sós. Azt hiszem elhoztam egy gyertyát, nem hoztam el, nem volt annyi eszem? Nem. Nutold meg, Léci, messzebbről. Kösz. Ó, foltos nadrág. Már is fölveszem. Foltos, itt vagy? Itt a nadrágod. Azt nézd, micsoda elegánsak lettünk. Telefostad már? Nem örülök. Lehet, hogy a bűzös képességet végre aktiválhatom, amit az elején nézegettünk a játéknál. Hú, bármi, mi történt? Várj, szétlődök egy ilyet hátra. Segít. Na, hát nem sokat segített. Inkább akkor várjatok, akkor ide cipelem ezt a másik hordót, és majd azzal leoltom a tüzet. Hát ez lehet, hogy már annyira nem. Jó, esik az eső. Az mondjuk nem rossz. A tűz szempontjából. Már egyet mégis megpróbálok ide hozni, mert ott nem úgy tűnik, mint hogy el akarna aludni. Már a vizes hordó felvesz. Igen. Jó erőben vagyunk. Pedig csak 10-es a strength-en, de... Elvírtuk ezt a hordót simán. Azt mondja, hogy... De nem így a... Jó, ezt még gyakorolnom kell, srácok. Nem így akartam eldobni, hanem egy kicsit messzebbre. Ez mi? Helyreállítás, fagypáncél. Az végül is lehet, hogy jó lenne a tűz ellen, de ami még van, egy ilyet ide dobok. Geci olajat dobtam a tűzre, azt hittem ez víz. Bazd meg! Aludjál el! Én akkor is bemegyek, mert tudni akarom, hogy mi van ennél a retkes magiszternél. Andal. Szép volt, mi? Átmelegettünk egy kicsikét. Mondjuk ez finoman fogalmazott a játék, azért lássuk be. Ez mi? Mi volt nála egy volt? Ez valamilyen varázs volt. Na, átveszem a kormányt. Hé, azt a kardot nem tudom elvinni. De királyul néz ki pedig az a kard. Bárhogy nincs ennél a bohócnál, úgy valójában csak dísznek. Várjál! Túléljük, túléljük! Jó. Most akkor szunyálunk itt egyet. Ja, ennyi? Királyság. Sixty, nagyon szép napot kívánok. Full HP-nk van. Ennyi. Na jó, akkor itt nézzünk. Körül azt a magisztert már lootoltuk, mert onnan jövök. Akkor, nem tudom. Jó, megyünk a pócsónakra, vagy mi a gecire. A mentőcsónakra. Törpék először, persze. The dwarf yanks at one of the nearby ropes to no avail. You said there were other people down there. We need to help them. You see those tentacles, kid? It's time for getting the hell out of here. Jó, segíteni kéne a többieknek, akik lent ragadtak. Elvetemül gyávának nevezett törpét. Olcsuk le a gecibe. Oké. Jó, tehát akkor itt a létra. Ezt már kiszúrtam az előbb egyébként. És akkor lemegyünk, a többieket kimenekítjük.
Hát nem a magisztereket, mert ezt leszarom, hanem a többi rabot. A picsába! Jaj, bocsánat, hogy ügöltöttem, srácok, de hát erre nem számított. Most honnan a geciből jöttek ezek az ürességfattyak, vagy mik? Üresség fióka. Akkor kap be a gelleremet, tessék. Yes! Nyomatom. Kapta. Na nézzük, mit tud a törpe. A bestia, úgy hívják. Megkövült? Akkor ő valamilyen izét? Földmágiát használ szerintem. Hogy hogyan, az már kurva jó kérdés, ugye, mert elvileg... mindegyikünk nyakán van, ami a mágia használat, azt elkúrja. Kifán is dobálja azért sziklát. Szebil. Hátba szúrás. És akkor a vörös fejlő is. Jó, ez akit most itt látunk szerintem a fedélzeten, ez mindegyik játszható karakter. Ennyi? Egyet kellett megölnem? Hát jó. Én azért körülnézek, srácok, hogy most van-e náluk valami úgy gyorsan. Megyek már. Jó, a magisztert már régen meglootoltuk, hát ma mellette volt valami, nem az csak a kardja. Jó. Hol volt még fióka? Vagy mi ez? Üresség, kutya szar. Lehet, hogy mennünk kéne, mielőtt megdöglök. A hajó gyomrában. Nem tudom, hogy hol jöttünk le egyébként. Lehet, hogy itt. Ja, hogy ott meghallottuk a magisztert? Az kár, hogy egyébként nem néztem még meg. Picsába. De... azt hiszem, tovább jutottunk. Pedig figyelmeztetett minket az élő halott, hogy nem tudunk lélegezni a víz alatt. Margaréti! Nem tudom, miért mondtam ezt. Honorable Dallas. We lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity. High Judge Orivan. Na meg volt már a tutorial, bazd meg. Így két óra játék után. Harcolhatsz egyedül, de csatlakozhatnak is hozzád. Most ezt az infót kaptuk. Hát szeretném, hogyha nem egyedül lennénk. Királyul néz ki, nem? Szinte egyébként ugyanígy kezdődik a Baldur's Gate, csak ott egy űrhajóról menekülünk el, nem pedig egy... egy igazi hajóról, de nagyjából a terület is, ahova megérkezünk, ugyanilyen gyönyörű a víz. Akkor itt az ideje egy nagy mentésnek, én azt gondolom. És nagyon kellemes kis zene vár minket itt a szigeten. Ez pedig szerintem egy ilyen gyors utazás. Itt. Öröm erőt tengerpart, igen, szerintem az az. Tehát ő, a Bracchus Rex, ez egy forrásmágus volt. Milyen buzi jól néz ki amúgy ez a szobor. Viszek egy virágcserepet. Ki tudja még, mire lesz jó. Ott van egy kisfiú, vagy kislány, mit tudom én. Hello. The child has a small mirror in his hands. He holds it up at angles, inspecting his eyes, his chin, the crown of his head.
I'm not supposed to talk to strangers. Ne aggódjon bennem, megbíz. Mi a faszért bízna meg bennem, de mindegy, ezt mondom. Why? Mindenki a saját fajtájához húz. Micsoda rasszista duma. I guess. Well, the people who put me here are human. Well, the people who took my parents away are human too. Are you a sorcerer? One of those guys that brings the bad void things here. Nem lennék itt, hogyha nem lennék az. The child screws up his face and looks at you hard. He lifts his mirror up to his nose, closes one eye, and... I don't see any source on you or me. I guess they're wrong. Or crazy. Hát, vagy talán mindkettő. Maybe you're right. At least they don't mind where anyone goes. They know we can't leave the island. And it's a lot nicer out here than börtönnek nem rossz. A sziget, tehát ahhoz képest. They're gone now. The magisters took them already. Igen. I guess now azt már említette, hogy a magiszterek elvitték a szüleit. Maybe they're waiting for me back at home. But you didn't die. Miért nem tűnik ilyetnek? I guess I am, but it's just normal to be scared. Nowhere isn't scary. There isn't anywhere safer. That's what you'll see. Oké. Állítólag sehol sem biztonságosabb. Na ezt viszont már láttuk. Egy tapasztalt ilyesz, több ideget is tart magánál. Abból még valami kéne hozzá, és akkor tudnánk is egy ilyet gyártani. Tiszta jó feelingje van egyébként, ahogy itt a sirályok hangját hallani a parton. Ez mekkora izé? Kagyló. Meg innám ezt a tiszta vizet. Igen, tudom. Tudom, hogy sós. Növényeket nem tudunk gyűjteni? Pillangót? Nem. Itt valami van, basszus. Akkor lopakodó üzemmódba megyek. Sikeres lopakodás. Jó, hogy figyelmeztettük a kis csávót, mert le se szarta ez az egyik, a másik pedig, hogy tényleg vannak itt ürességfattyak. Mi más lehetne? Azaz. Voidwalken. Those are the same beasts that sank our ship. Damn, they've made it to shore. Most kíváncsi vagyok, ha így lesből támadok, akkor nagyobb sebzést okozok el. Egyből belekerültünk a fájtba. Nem feltétlenül. Igen, és akkor még egy ilyen pattanós lövést is. Viszkózus üresség dög. Wow! Szintet léptünk! Ott már az ideje. Ezek tudnak beszélni. De kemény! Azt mondja, ismer engem. Jó kevés akciópontunk van egyébként ezzel, nem tudom, majd valahogy változtatni kéne. Lehet, hogy amúgy az egész sztori full kamu. Mármint úgy értem, hogy én elképzelhetőnek tartom, hogy nem is a forrás mágia vonza az ürességfattyakat. Jönnek azok maguktól. Ez jó út volt. Na, akkor nézzük csak. Azt mondja, hogy kettő felhasználhatok. A ravasság, kritikus sebzés, ez kell. Illetve szerintem az ügyességre rakunk még. Jó. Ez gondolom, hogy ügyesség típusú támadás, ugye?
Mondjátok, hogy az. Srácok, valaki tudja, hogy az íjazás az ügyességgel van összefüggésbe, ugye? Az íjászat. Na nézzük, távolsági fegyver, az mindenféleképpen kell. Ó, csak egyet tudok elosztani most. De az akkor is kell. Így van, íjak és számszeríjak, ez kell nekem. Jó, majd a későbbiekben jobban körülnézünk, de a távolsági fegyver az tuti, hogy kell. És akkor árucsere, meggyőzés, 4 levelű lóhere, tanmester, telekinézis, lopakodás, tolvajlás. Nem tudom, hogy most mennyire akarunk. Akarunk, persze, hogy akarunk lopakodni, ne hülyeskedjetek. Jó, ez volt a polgári képesség, és akkor elvileg kész vagyunk. Az egyik faj nőnemű egyede vagy. Nőként tekintenek rád azok, akikkel találkozol. Durvák. Mert hogy nő vagyok. Nem. Nem teljes mértékben, Butcher, még. Hát kéne egy közelharci. Egy ilyen tank. Az biztos. Szerintem az lehetne a herceg. Kéne egy tolvaj. Illetve elf, az mindenképp kell a csapatban, mert tök érdekes információkat tudunk meg. Abból, hogyha megzabáljuk a húsát valakiknek. És akkor ketten már megvannak, a harmadikat nem tudom, hogy ki legyen. Ez mi a pénisz? Egy jó tanács a rosszul felfegyverkezetteknek. Kötözd a késedet, vagy böködet, ha épp csak olyan van kéznél, egy botra, vagy egy ágra, és íme, van is egy kardod. Vagy valami olyasmid. Nice. Akkor kaptunk egy receptet, ugye? Így van. Hogy hogyan tudunk kardot kötözni. Igaz. Igaz. Na, erre viszont semmi szükségem. Ugye ő utánam fog jönni. De minek nekem ez a mókus köcsög? Már bocsánat. Fogadjunk már most követ. Aha. Robi, nagyon szép napot kívánok. Ez egy DLC karakter. Ott is van a vörös herceg. Ott áll és kémleli a vizet. Úgy szerintem akkor dumáljunk vele, és már is több eséllyel haladunk tovább, ha már van egy társunk. You spot a strange lizard gazing over the water with a steady, malcontent stare. Yes, you recognize him. Felismerem őt a hajóról. It would seem you're not the only one who survived the tentacles of the deep. Örülök neki, hogy túlélte. The lizard turns about with the graceful ease of a dancer, or a duelist. You lock eyes with his, two smoldering embers that sizzle your. I did survive, yes. And chances are I wouldn't have had you not returned to the aid of your fellow passengers down in that. You have my gratitude. Ez az. Hand over heart, he salutes you with a bob of the head. More than a nod, though less than a bow. Örömmel segítettem. Yes, I'm sure you've all the makings of a hero and all that, but let's not get carried away, shall we? Okay. Nevertheless, one good turn does deserve another, so as far as the whole okay, slave szabad business is lehet. Is milyen concerned, kedves. Let's just forget about it. Now then, if there's nothing further. Mit tervez következő lépésként? Really must know, I haven't quite decided yet. I've a frightful amount of things on my mind, hence my... He sighs dramatically. Tell me. BG szerzője mutatta, hallatta magát. Mi van? Mit csinált?
Mit csinált Yamana? What do you see when you cast your glance over this ocean? Mit látsz, amikor az óceánra pillantasz? Emlékeket. Gyermekkorod szabad levegőn töltött mindennapjait. Memories. Quite so. Igen, azt tudom. Igazából a Baldur's Gate 3-é is ennek. Ennek a játéknak úgy hívják, hogy... Slavov. Milyen Slavov? Mindjárt mondom. Nem mondom. De mondtam a stream elején amúgy. Borislav Slavov. Jöjjön a szerző. He looks out over the water once more, and so do you. A few tranquil moments pass as the waves lap against your thoughts. As for myself, when I consider this vast expanse before us, egy birodalmat látok. I see an icy continents dotted with mighty cities. And shimmering along the soft curve of the sea's horizon, I picture the palaces that formed my paradise. Mi az, hogy elvesztek? What do you mean? What do I mean? I mean just what I say. I had a very actual empire that I lost. Hogy kell egy birodalmat elveszíteni? Én még mindig nem értem amúgy, de... Suddenly, having all the air of being deeply offended, he's... Well, don't just stand there gawking like an ape at an abacus. Or do you really mean to tell me you don't know Bingo who sincsen. I am? Oh, may the seven have mercy on their own creation. I am the Red Prince. A mindent meghódító. The All-Conqueror. Mm-hmm. The World Tamer. The Spouse of the Sun. Of course you know me. There's a brief moment's pause, during which his grandiloquent pose... That said, I suppose I must own up to the fact that I find myself rather in between all-conquering and world-taming opportunities at the moment. The grandeur that is my fate has hit a bit of a snag. But never you worry, for the na, throne I na, was destined, van. And my throne I shall hogy have. Truly, a kind offer indeed. And you've already proven to be trustworthy enough. Fine. I accept. Helyes. On one condition. Na, mi a feltétel? For reasons I'll not disclose right now, it is imperative. Egy álmodóval kell találkoznia. One of the mystics of my kind. I've reason to believe one of them may be present on this island. Promise me we'll look for him, and I'll extend you the blessing of my company. Rendben. Jolly good. So, now that that's settled, first things first. Nagyon érdekesek a karakterek egyébként a játékban, srácok, tehát... In the art of eloquence, as I am. Már most egyértelmű, hogy neki egy komoly sztoria van. Elveszítette a birodalmát, és most szüksége van egy álmodóra, aki szintén ilyen gyík lény, és tőle akar valamit megtudni. As a born fighter, I prefer the perfection of the blade myself. But I'm well acquainted with the secrets of magic, and yes, even subterfuge. Persze, hogy harcost kérünk. Very well. Onwards then to victory or death. The Red ez egy kicsit szerintem furcsa. Nem azt mondom, hogy hülyeség. Egy kicsit furcsa, hogy mindegyik karakternek megválaszthatod, hogy milyen képességei legyenek, tehát hogy milyen stílusú fighter legyen. Proper forms of address include your majesty, your royal, as your luck would have it. I seem to be fresh out of love. Of course, there are other forms of protocol to bear in mind, but I'll see to it. You'll pick up the rest as we go. Mit kapkockam el? Without further ado, let us be off. Nem. Hát sima harcost akarok. Ez meg van neki egy. Kis tákolt pengéje, egy boton, és egy pajzs. Teljesen jó. Nem sok tusz van nála, de van egy tűzvihar gránát. Várj, ez a... Pont ugyanolyan szar ruha van itt nálam. Meg pont olyan szar nadrág, hiszen ez akkor rólam került le, ugye, amikor felvettem a másikat, akkor egyelőre így maradunk. Neki nem tudok mást adni. Fekete macska. Szia, cicus! Szét fog harapni, ugye, hogyha rámegyek. The cat's eyes are clouded and grey, but it stares at you with acute, its eyes clear, and it shakes its head.
Lehet, hogy ez nem csak egy sima macska. De az is lehet, hogy igen. Ez a jó pofa ebben a játékban, hogy sosem tudhatod. Valami tényleg nagyon pofon egyszerű, benne valami meg nagyon bonyolult. Meglepetésekkel van tele. Nyúlfarok gomba! Nem lehet, hogy ebből a gombából lehet potion főzni? Lehet, ugye ez az állóképesség potion hozzávaló. Vele találkoztunk, ugye ő kért, hogy menjünk vissza. Hogy ne hagyjuk ott a fedélzeten a többieket. I'm sure glad you went back to save the others. Saw one of them wringing out their tunic at the shore a few hours ago. Say hi for me. Okay. De itt láttam, hogy egy. I never want to set foot on a stuffy old. Kis kagylót fel lehet venni. Never. Nem tudom, hogy jó-e valamire, de vigyük. Amíg elfér nálam. Aladdin chip jutott eszembe, a retro konzoloknál volt ilyen. Ez mi? Itt volt egy fogó. Ez jó nagy lesz szám ez a sziget, srácok. We already know the truth, Magister. Stay back, sorcerer, and stay silent. Our Godwoken speaks. Godwoken. Delis a pöröly. We know you've been helping sorcerers escape, Atusa. We have proof. I'd sooner cut my tongue out than lie to you, Alexander. I know nothing of any escapees. Nem tud semmiféle szökevényről. If you can tell the Godwoken no more, your tongue is of no use. Cut it out. Okay. This can't be serious, Alexander. Come. You should know by now to obey your superior, Magister. Whatever she may ask. Ez szörnyen hangzik. Ki kell basznia a saját nyelvét. Azt kiabálod, hogy akár igazat mond, akár hazudik, csonkítással nem fogja kiszedni belőle az igazságot. Ez mondjuk logikusan hangzik. Stay silent, you! Atusa pinches the tip of her tongue with two fingers and brings her dagger to its root. Her eyes squeeze shut. Drops of ez blood form against nyelvét. The dagger's edge and quickly fall to the ground. She groans. Stop! My father, may his soul rest in peace, would be disappointed in you, Atusa. To think you would lie to his only son. Ő is azt gondolja, hogy... And your friend these many years. Az Alexander sem egy jó fej akkor. The fate of our realm hangs in the balance. If you will not help us save it. Dallas? Yes, your holiness. I believe we're done here. Kemény. Mi most el is pusztítja? Igen. De jó, hogy kibaszta még előtte a nyelvét. Come. Will be needed elsewhere. Totál megérte. Ezek valami nagyon durva katonák. A pöröly házi kedvence. Beszéljünk a barátunkkal. The lizard magister, or what's left of her, lies in a puddle of gore. Ez a kegyetlenség felkavarja a gyomrom. A lizard, yet a magister. No matter her reasons, her penalty was fair. Érdekes gondolataid vannak, bazdmeg. Ó, de legalább van lána a loot. És a lába, amit meg lehet enni. Legalábbis elfel. És ez kicsodálnak a szobra. Mert ez akkor nem a Bracchus Rex. Hátra van valami jó út.
Már térkép. Aha. Jó, eléggé átláthatatlan lesz számomra, srácok. Nem lesz könnyű tájékozódni. Veszek egy hálózsákot, az legyen a pajtásomnál is. Át tudom így adni? Nem. Úgy tudom átadni, hogy vörös herceg így. Az nem tudom miért jó, ha átmelegszünk, de gondolom, hogy jó. Koponya. Hagyma. Ez egy ásó volt? Igen. Ez viszont nagyon is kell. Hiszen hát a föld alatt is lehet kincs, és ezt ki tudjuk ásni akkor. Ennek az ásónak a segítségével. Na, ide jó, hogy kitértünk. Ez gyorsan összejött, srácok. Már is találtunk valamit a föld alatt. Hoppá! Poros ersz... Ó, oh, minden van itt! Bőrbért. És az íj is jobb. Ah, nagyon durvák lettünk. Na, úgyhogy akkor... Hát, ha arra járunk, akkor mondhatod, hogy... Jó, ezt a vértet fölvettük, és akkor valójában egy kicsit nagyobb a védelme ennek, ezt meg odaadjuk akkor a vörös hercegnek. Így. Mondhatod. Látok, egy ott van a vörös rész, itt pont az orrom előtt. Itt? Ó! Oh, meg is van! Rögtönzött bot! Ez meg egy mágus bot, király. Köszi! Ez volt az? Azt hittem a föld alatt kell keresni, azért nem vágtam. Kint nagyjából szerintem körülnéztünk, úgy mehetünk befele a falak mögé. Ez a nyomornegyed. Nyakig láb. Ő a Sibyl? Nem, ő Elodie. Kérődző. Azta. Jó magasak itt az elfek, azt nézzétek. Ez a csávó a csöcséig ér. Lopott valamit, na közbeavatkozom, azt hiszem. Vagy rosszul tettük? Don't let this moss muncher talk to you like that. Especially a cheapskate like this one. Griff already knows she don't like to pay her. Burro. An intense-looking man steps between the thug and the elf and rolls up his sleeves, revealing well-muscled and heavily scarred arms. You recognize him? It's Ifan, who you met aboard the ship on the way here. Így van. Amúgy én meg ismertem. Just stand aside, won't you, mate? This is no business of yours. Lone wolves decide their own business. The thug freezes in fear for a moment before shuffling back to the protection of his. Pay up, elf. Befosod. No one shorts Griff, especially not one of you. Hát természetesen Ifan mellé állunk. Hogy megkérdezzük, hogy miért tartozik neki? Miért tartozik neki? Everyone in camp's got to contribute. For food, for protection, no exceptions. Aztán mi a faszommal jár? Most jöttünk, nem? Griff's food, protection, I have neither.
Burrow looks you both up and down, sizing up your combined threat. Ah, get out of here. The both of you. You ain't worth a sweat on my brow anyhow. The elf smiles and bows to you in thanks. Follow me, before more of them trouble us. Kaptunk egy csomó XP-t. There is a safe place. Jó, oda megyünk. Követjük akkor ezt az elfet. Ő pedig a kovács. Uh-huh. Jó, de most menjünk az elf után, csak le ne hagyjon. Jézusom! Jó, itt el leszünk egy darabig szerintem. Nagyon meglepődnék, hogyha még a mai nap sikerülne ezen túljutni a szigeten. Hát, szálljunk rá egy 10-15 órát. Ó, oh, ez nincs jól ez a csávó, azt látom. A picsába, hova lett az el? Jó, ide ment be. Jó. A little reprieve from the din outside. Állítólag ez a hely, ez biztonságos. Vannak gyerekek. Lopni lehet innen? Úgy látszik, hogy igen. Mármint, hogy ami nem számít lopásnak. Itt tovább is tudnánk haladni a barlangban, de először akkor beszéljünk Elodie-val. Thank you for your help with that thug. Rare is the human who goes against their own for an elf. Mert én nem vagyok egy rasszista fasz. Örömmel segítettem. Ismersz ki utat? I hear of no escapes. The only way out is through. Through the magisters, through their cure. Thugs I can stand, but oh, I fear the magisters. Ki itt a főnök? In this cave, we trust Sahila. Sahila. She is young, but she sees. She knows more than we know. In the camp, the brute, it gives me great pain. I'm with my family. We are making beautiful magic. We are healing a tree cut down with great violence. The magisters come. My family runs, but ennyi. I fall. Éppen egy fát gyógyítottak. My son looks back. És ez akkor a bűn volt, hogy ide ráncigálták a szigetre. I am taken. Wait, before you go. Igen? I am not here without your help. I do not forget this. Most kaptam tőle egy levágott fejet. I save it for a special occasion, but I can think of no finer occasion than this. Thank you. Na várj, most ajándékba kaptam egy levágott fejet. Ó, oh. Tök fedő, csákány. Várj, a csákánnyal ezek szerint lehet fájtolni. Lehet, hogy azt kéne kérnem akkor az izének a hercegnek. Szerintem jó. Picsába, ez kétkezes! Bocsánat. Akkor nem jól csináltam. Baszd meg! Lehet, hogy egy nadrággal jobban jártunk volna akkor. Jó, mert azt hittem, hogy ezt egy kézben fogja majd ezt a csákányt. És akkor még a pajzsot is tudja használni mellette, de nem tudja. Rula és Sahila. Őről volt szó, ő a látó. The young girl's eyes are covered, but she turns toward you when you approach. She smiles as though she recognizes you, though... Ah, hello. I see you come a long way. I see you come here seeking a great adventure. Nem az ő dolga, mekkora bunkóság lenne már ezt mondani. Eseménydús utazás volt, ez biztos. She laughs and looks around as though taking in the scenery, though her eyes are still covered. Many people to meet, many stones to turn, and there is a great joy here, as though the walls and water themselves were made by many smiling gods. Even if we are here under unhappy circumstances, still I feel it.
Honnan tud erről, kérdezik meg? I see it before my eyes. Látom, hogy tehetség éppen annyira teher is, mint amennyire ajándék. It is not so bad. I know which days have bread and which days have none. I know more bread comes someday. Ez fontos dolgok. Határozottan. Kiutat keresünk. Her eyebrows shoot up. There can be a way. Amiro knows. But he is gone. Do you see him? He knows how to leave. Kérdezem erről a csávóról. Feltételezzük olyan csávóról. My friend, an elf like me, with a spirit bright as new leaves. He tries to help me, to save me. He is caught by those who hurt him. I wish so much for his return. And he tells you what segítek you neki, seek. Persze. You bring me great peace. Thank you, my friend. I see something that helps. I see a lizard. He is a lizard of many dreams, of far feeling. I know they help. Oké. Akkor megkeressük ezt a csávót is majd. Akinek segíteni kell, mert elfogták az itteniek. Okay. Már innen lopunk addig halat. Itt is van. Milyen jó ez a menü. Tök folyanul néz ki. A halas. Hú, de ennek egy halat, vagy lényegében bármi. Szerintem az egy kurva nagy potion volt. Aha. Van már egy fej nálunk. Úristen, elég sok kacat van, mert ez mi a péniszom? Aha. Érdekes. Törött forrás bilincs, törhetetlen. Problém. Jaj, ne! Ez lopásnak minősül. Boldog-e tenni a főnököt? Ja, elgombal... Oké. Itt látjuk a küldetéseket. Térkép, párbeszédek... Ó, mindent lehet elolvasgatni, király. Nem tudom, hogy kié ez a cucc, mert lopásnak minősül, de nincs senki. Nem emlékszem már igazából. Nem emlékszem már igazából, hogy hol vannak a többiek, de úgyisten igazából akkor kéne neki állni kalandozni, ha már meg vagyunk mind a négyen a csapatban. That's what happened, isn't it? Bleeding snake. Yet so quick. Mi a pénisz történik? Now, now, let's not get nasty. Greet's better off, I'm sure. Keep my name out your mouth, Albal. Azt hiszem ideges egy kicsit a csávó a gyíklényre. It isn't my fault she's dead. God, the smell though. I'm gonna give you one more chance to shut that ugly mouth of yours. Goodness, but this place has made you cranky. Perk up, old chap. There's plenty of singletons about. Azt a kurva. Leave me be, Sam. I only mean that if you think about it logically, she's much better off. Leave it, Sam. I won't say it again. Come on, chap. Don't be unreasonable. Better even to puke yourself to death than get purged, don't you think? You should be happy for Greet. Asta. What did you say? That's what happened, isn't it? Bleeding snake. Now, let's not get nasty. Greet's better off, I'm sure.
Meghalt egy szerette valószínűleg. Easy now, hot chap. It isn't my fault. Ezt már mondták. Please, excuse us. You're talking to me, not her. Oh, for the love of Lucien Balladeer. You're acting like a... Say it again. What you said about my wife. Go on. Segíthetnék elrendezni a nézeteltérést? Piss off. Go on, Sam. Well, it's the truth, and you know it. She's better off. So what if it was messy? I'd rather puke myself to death a thousand times than let the Reds get to me. If she were my wife... A flat smile twitches across Balladeer. She never did like you. I'll be with you soon, love. Ja, hogy a felesége lehetett akkor. De most azért, mert bunkó volt, az a csávó simán megkéselte. Nagyon kemény. Hát jó. Legalább volt mit útolni. Tessék, kapsz egy csizmát te is. Igen. Ez nagyon-nagyon furcsán néz ki az ő lábán. Ott egy kék gyíklény. Ő lehet, hogy... Lehet, hogy ő az álmodó? Tű? Vagy ő? A delivery. Surely you have one. Crumbling disaster. Scram! Snake face. Eléggé mindenhol történik valami. Nagyon lélegző ez a környezet, amiben játszódik a játék. Itt van a Amiro. Leave him be. Don't make me... Listen, I can help you if you just... Shut up, elf! Miért zárták be? Nagyon rossz bőrben van. Caught him stealing from my kitchen. Still won't say where he stashed my supplies. Sound like someone you'd let off with a slap on the wrist. Biztos benne, hogy ő tehát... Caught him red-handed trying to make off with a second crate after he took the first. Went down like a rent boy when we grabbed him. Easy. És mit akart lopni? Supplies. Crate of food, citrus in particular. He'll talk, or he'll die quiet. Ebben mondjuk szerintem nem fog belemenni, hogyha azt javasolom, hogy visszahozom az ellopott ellátmányt, és akkor szabadon engedi ezt a csávót, ugye, akire megbízott az elf. Hát ebben nem megy bele, szerintem megpróbálom. All I want is my supplies. Happy to let this clown die in a gutter instead of my kitchen. De. Bring back my crate, and you got yourself a deal. Vajon képes lenne megölni valakit néhány darab gyümölcs miatt? Nem szarakodok vele többet. Azt mondja, hogy ha megtalálom a szállítmányát, akkor elengedi a faszit. Nem. Na, a vörös herceggel akartam beszélni vele, mindegy, most ezt elbasztam. Azt akarom megnézni, srác, ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy a... Hogy azt honnan tudom, hogy beszédben melyikük a legjobb? A meggyőzés? Hogy melyik képesség számít még annak? Az intelligencia talán? Nem? Ravasság esetleg? Hogy melyik az a képességem, amivel, tehát hogy mi alapján tudom megállapítani, hogy ki tud a legjobban beszélni. Az ilyen párbeszédekben. Harmadik kül. Igen. A személyiség? Tehát a meggyőzés és árucsere?
If a magister finds us on you, you forget my name here. Take okay. Your point then. Köszi. Neki van ilyen? Van egy meggyőzése, persze. Az idegenek alap hozzáállását 5 pontra növeli. Az érdekes mondjuk, hogy a gyíknak jobb a meggyőző képessége, mint az enyém. Hát pedig sík hülyeségeket magyarázok végig. Need something in the kitchen, do you? Perhaps it was bleeding dwarves, Dillies. Ez mi? Az a baj, hogy azt is lopni kéne. Ezt még nem akarok. You there. Gavin. You just arrived, isn't that right? Are you... Igen, most érkeztem. In that case, listen up. You must think me mad to approach a stranger, but this camp is full of cowards and I'm running out of time. Fast. Too fast. Way too fast. Mit forgat a fejében? Longer than anyone else. People get taken sometimes. Meggyógyítanak egy-kettőnek, azt mondják. Ugye ezt a sztorit ismerjük, hogy elvisznek meggyógyítani, aztán soha nem jössz vissza. I have a way out of here. It won't be easy, and I need a... Are you interested? Mondjuk azt neki, hogy benne vagyok, de én erre pontosan emlékszem. Ő lesz az, akinél van egy... Mindegy, akkor nem spoilerezem el, csak... Csak igazából nem fogok vele menni, csak azt mondom, hogy benne vagyok. Atta girl, who wouldn't... Finally someone with a little sip. The plan's simple. Completely foolproof. I have a spell that I can use to teleport you right out of here. There's an artifact that you can valakire szükség van, hogy használja ezt a teleportálós cuccot. This item though, it's in quite an unfortunate location. It's found its way into a nest of crocodilians on a secluded beach nearby. Here, give me your map and I'll show you where to go. Hány krokodil? Not enough to trouble a fine specimen such as yourself. Get that artifact, and you and I are a krokodilokhoz kell menni, először megszerezni ezt a varázstárgyat. Jó, abban még bele is mehetünk, csak... It's time to accept reality. Csak jó lenne a társaimat összeszedni. Most te láttad valahol a varázsló... Jó, itt van. Oké, megvan. Hey, I know you. Ó, na nem mondod. Losa, ő viccelődött az gyerekekkel a hajón. Waves enthusiastically and dips into a mock elegant curtsy. Back then I was Madame Josephine Gribbles de Pube. And you were... You. Glad to see you made it. Nothing like a nice tentacle slap across the maw to set the tone for the week, eh? How'd you escape? Nem vagyok biztos benne, majdnem a vízbe vesztem. Me too. Did you hear something? When you were in the water, I mean. Mhm. Tényleg volt egy ilyen furcsa hang. I heard the same thing. Do you know what this means? It means I'm not the only. Losa's voice catches in her throat. The joy drains from her face. Her eyes lose focus and her whole body goes rigid. Ennek megint valami baj van. She's still waxy skinned, her eyes dark. Grayish black veins run from her eyes down her cheeks. Jól vagy? Her head snaps to you mechanically, and her eyes lock with yours. Dark pupils dilated into great black void. Light suddenly flashes back into her face. The grey veins drain to pinkish... Anyway, what were we talking about? Mert ez a hajón is megtörtént vele. Hogy így elszürkült, meg nem tudom. Furcsán nézett. Oh yeah. Yep, it was a shipwreck, all right. Not much more to say about it, I guess. Papa Joris used to tell me, Losa, he'd say, Losa, you ever find yourself in a sinking ship, follow the rats. They'll find you a way out. Applies to a lot of situations, actually. Vermin tend to know what's what. Hát, rákérdezek, úgy sem fogja megmondani, de... Ah, it's nothing really. It's just... I'm just a bit... Well, a bit... Hospitable?
What I mean is, look, you've never been a host, right? That's because you're like a clump of leaves on the side of the road. That ain't bad, though. I'd give just about anything to be like you. There you go. But I'm a roadside inn. Red door, flowers out front, friendly lady at the door beckoning you in for half price. Ő most arra utal, hogy ő egy prostituál? Hogy mi ez a izé? Útszéli fogadó, nyitott ajtó, virág, ez minden arra utal, nem? Hogy bárkit beenged. Egy kis pénzért. Like a goddamn gold star inn for the disembodied. Hány létforma lakik? Feels like just one, strangely enough. Big one, though. Don't know its name yet, either. It takes time for them to get comfortable and introduce themselves. So, how are you enjoying the joy? Imádom. Yeah? I was just thinking the same sort of thing. Szerintem most azt tudjuk mondani neki, hogy jöjjön velünk. So, you want to check this place out together? Aha. Strength in numbers. Ez jól hangzik. It does, right? Before we head out, I've got more than a few tricks up my sleeve. So you'll have to pick which one. Igen. I'll pull out if... Ja, ő is megkérdezi, hogy mit használjon. Lately I've been into the enchanting arts, but I can shoot, slash, izmos valakire steal. Lenne szükséged. Whatever your little black heart desires. Harci tapasztalata, so, érdekelne. Ravasság, misztikus művészek iránt megkérdezett, hogy sok mágus praktikát ismer-e. Simán mágust kérünk, nem? Maradjon csak úgy, ahogy van. Sounds fine. So we're good van, to go. Tárgyalva. Yeah. Mehetünk. Well, that was easier than I thought, and I'll do my best to stay myself. Lead the way. Nem veszélytelen egyébként őt magunkkal vinni, mert valaki lakik benne, ugye bár. Na neki kérhetünk volna egy mágus nadrágot, csak elbaszarintottam, egy hülye fegyvert kértem helyette, a csákányt. Jó, hárman vagyunk már. Akkor szerintem igazából megvan, csak meg kell találnunk azt az elfet még. És akkor ő lesz a negyedik. A Selina? Nem, az más. Selina? Majd mindjárt kiderül. Griff, Umbrio... Gavin, ez egyik sem ő, ezek küldetések. Nem emlékszem, hol van ő, de nem baj, mindjárt megtaláljuk. A bestiát megtaláltuk. Ez ki a faszom? Red, they said. Red, then dead. Mi van? Már megint az életre próbálom. Rémesen untat a dolog, hogy az életemre törnek. Kik mondták? Oké, tehát ezt a csávot ezt lefizették, hogy végezzen a vörös herceggel, gondolom. Time's up, Uranus. Let's dance. Öljük meg a gecibe. Nem tudom, hogy gondolt a hármunk ellen, de... Már tudod, el se kezdődött a fight már... 8-an lángolnak, bassz. Ez úri szerintem ebben a játékban nagyon. De többször égünk, mint nem. Azt sem tudom, melyik vagyok én, mert nem látom így. Ja igen, ő a ló, ő pedig a vörös herceg, akkor itt vagyok. Hát a legszarabb helyzetben. Túl közel a nyilazáshoz. Szar volt. Most jön a herceg. De ez meg fog répázni mindannyiunkat, bazd meg, vagy mi van? Megerősítést benyomom. Hát nem tűnik gyengének a csákó. Egy kis húzdítás, az nem jön rosszul. És akkor... Hát lehet, hogy az lenne a legjobb, hogyha esőt csinálnék saját magunkra, és akkor a tűzsebzés abban maradna. I'll yield to
done. Így. Twists and rubs and tweaks the nubs. He strokes and pokes like all the blokes. He sees. Hál' Istennek. A tankot kezdte el baromkodni, de... Hát az, az igazság, srácok, hogy ez még így is túlságosan erős hozzám. Na most elkezdtem egy nagyon picit sebezni. Attól tartok, hogy ha varázslóval támadjuk, akkor egyébként ő pont nem oda fog sebzést okozni, ahova én szeretném. Ezzel nem döntöm fel, várjál. Ez a döntő csapás, jó. Próbáljuk meg feldönteni a faszit. Utána még van hírre. Igen. Dír! Kiütöttem a gecibe. Jó, most meg nem gyújtom, mert sárkány leheletet is tudnék nyomni, de fölösleges, mert itt pont esik az eső. Jó. Megnézzük, hogy vele mit tudunk. Igen, igen, ő a mágikus védelmét támadja. Az elég idegesítő amúgy. Most kíváncsi vagyok, mennyi akciópontja van. Semennyi. Jó, hát akkor üssük ki legközelebb is, ezt akkor nem tud támadni. Három kör múlva tudok legközelebb. Akkor ez nem jött be. Tessék! Tíz! Az ott volt a szerem. Na még egyet. Ó, mindjárt megöljük. Kipofázik itt végig, hát mindjárt agyonbaszom, mint egy szúnyogat már, bocsánat, de... Mi történt? Most mi a geci volt, bazd meg, ez eltűnt? Hol van, látja valaki? Ez a ködező? Twists and rubs and tweaks the nubs. He strokes and pokes like all the blokes. He say he'll touch it all day long. Ha mindannyian meg fogunk akkor buzeránsodni tőle akkor. Légsebzés. Én most vízben állok? Szerintem igen. Látszik valahol? Lassú... Nem feltétlenül. Kiszállok a vízből akkor. Vele is. Az ott már nem víz, ugye? Nem. Kimegyünk a vízbe. Akkor most ezzel megáramozom, ugye ez? Nem ez? Ja, de úgy látszik, hogy a légsebzés az mindig áram. Ez nem sikerült. Ja, de itt van, bazd meg, sikerült! Yes! Gyáva! Keménykedik már. De lelövöm, mint egy kutyát. Deal. Mondjuk hílelődött közben egy kicsit, vagy ezt lehet, hogy ezzel a spellel rakta magára ezt a plusz védelmet. Most már ez édes kevés, ide barátom! Damned nuisance these assassins are. It's their frightful manners I mind the most, really. Ahhoz képest, hogy a vörös hercegnek ilyen nagy a pofája. Most mi bajod van? Mikor gyulladtál ki, öreg? Ott a víz, menj bele! Hogy... Well, that was rather fun, wasn't it? Egész jó munka volt, tehát hogy ő teljesen megdöglött volna.
hogyha egyedül van, tehát nem tudom, hogy miért ilyen nagy a szája. Köszi szépen a Gigi. Szörnyű nyugodtnak tűnik ahhoz képest, hogy orgyilkosok vadásznak el. This is hardly the first time someone's filled some poor fool's purse and bid him kill the prince. I'll tell you what, though. Whomever wants me out of the picture will have to do a lot better if they seek to get the better of me. All those bumblers they've sent so far mark a mere insult. Kérlek, hogy a fofiának a hercegnek. Mindjárt alszunk egyet, szerintem az lesz a legjobb, mert... Yes! Na, ezt akkor abban a pillanatban oda is adom a hercegnek. És akkor talán még a pajzsát is vissza tudja venni. Aha. Nice! Pajzsokat fel! És akkor ezt a képességet is tudod, hogy... Király. Király cucc. Meg nem is néz ki szarul ez a kard. Jó. Jó, hogy elég, hogy az egyikünknél van. Ezt nem tudtam. Tehát, ha ilyen hálózsák valamelyikünknél van, akkor az, az pihenésnek minősül mindenki számára. Akkor most mentek egyet. És igen, jól gondoltam, ha quicksave-et nyomkodom, akkor egyre több lesz a mentésünk, és nem fogjuk tudni, hogy melyik melyik. Találtunk egy jó tekercset közben. Én azt gondolom, srácok, hogy még most mindenképpen a csapatunkat össze kéne verbúválni. Ez azt jelenti, hogy még szükségünk van az elf csajra. Ó, most mire kaptam ezt a sok XP-t? Bent van a bazd meg, itt vannak a krokodilok, húzzunk innen a faszomba! Le tudjuk győzni? Butcher, hogyha nem most, hanem ha még csatlakozik hozzánk negyediknek az elf, akkor le tudjuk győzni a krokókat? Na, tehát nem lehetetlen. Én keresem. Nem látom. Ugye térképre rámegyek. Magister. Sir Laura. Kana. Nem tudom, hol van. Itt vannak valakik, de ez egyik sem ő. Ez sem ő, ez volt. A Griff volt, aki a küldetést adta, ugye? Ott van! Köszi! Amid the squalor of Fort Joy, you suddenly spot an elf with diamond features. Regal and radiant, but cold too, and sharper than any. She was the one who sat rolling dice in the ship that went under, deciding fates with every roll. Horse, her eyes are focused on a lizard some distance away. And you get the distinct feeling he's an unfortunate man indeed to be trapped in her tiger-like gaze. Miért van annyira belebolondulva abba a gyíklénybe? No sooner have these words left your mouth than she turns about. Milyen kedves tőle. And grabs a stranglehold. You feel the tip of a long needle being pushed a little ways into your neck. Okay. You caught me off guard. No one catches me off guard. Better tell me who you really are so I can decide your fate here and now. Megparancsolom neki, ez nem biztos, hogy működik. Hmm.
Not so very far from home, I'm sure. This is the turf of magisters, and magisters tend to be human. Jó van, na. Azt akkor mi van? A push, a pivot, and now you suddenly face her. The needle still all too deeply. Despite the precariousness of your situation, you notice something that remained undetected in the gloom of the ship. A flaw in her diamond features. A curiously shaped scar. Megkérdezem, hol szerezte a sebet. Let me tell you a little story. Igen, rögtön azt mondta, hogy én egy mocskos ember vagyok. Hát figyelj, én úgy is szeretem hallgatni a történeteket, amikor éppen a torkomhoz szorítanak egy geci nagy tűt. Once upon a bad old time, a lizard cut this thing, this aha, living scar. Egy gyíklény okozta azt a sebet az arcán. The mark of a slave. Rabszolga billogját. But now I'm free, of sorts. And I've traced that lizard here to Fort Joy. I intend to raise the subject with him. Mhm. Nem az a gyíklény vagyok. She drives the needle in deeper and whispers. In truth, it does not matter in the least who you really are. You saw me mark my prey. You could warn him. Lehet, hogy leszúr most minket a picsába. That makes you a liability. That makes you needle feed. Na, itt van az ajánlat. Ahelyett, hogy megölne, csatlakozhatna hozzám. Ennyi. The bright sparkle of laughter follows your proposal. How amusing. I admit I had not seen that twist coming. I was certain the pitiful begging was about to be. Make your case and do it quickly. Why should I join you? Szökést tervezel, és olyanokra van szükséged, akik hozzá hasonlóan tehetségesek. Nem fogja túlélni. Szerintem ez jobb. Jobb ez a válasz. Escape. How you do tickle me. Most of the misguided dears around here would argue such a thing is impossible. Frissítjük az emlékezetét. Well played. Oh, little needle mine, what should I do? Push or pull? Ő a szevillai borbé egyébként. Csak a tűjéhez beszél, nem pedig a pengéjéhez. You know what? Today is a rather fine day. Sunshine and an easy breeze. Yes. I'll let you live. I'll even agree. No, I'm not quite sure the weather will save him. With a casual flick of the wrist, she withdraws the needle from your neck and smiles as it. Let's discuss our respective roles then. Na, már ez is kezdi. You, me and Death will be playing many a round of hide and seek. So. Ja. Megkérdezi, hogy mi. As a rogue, my speciality is stealth. The quick silence of the dagger striking unseen. That said, I'm perfectly lethal wielding any weapon or magic. Szerintem minden esetben az a leglogikusabb, hogyha azt választjuk, ami az eredeti. Suits me fine. Lead on. Or better yet, let me take the lead, then follow me. You're not quite certain you'll ever sleep soundly with Sibyl in any sort of proximity. But at least she's on your side. Hát, pengét javasolom. Ez bizony zsivány lett, Butcher. Valamiért, ami nyilván fasság, de nekem valamiért az az érzésem, hogy mindig ami eredetileg az a legjobb, de ebben nyilván semmiféle logika nincsen, csak megérzés. A női megérzésem az diktálta. Most kaptam egy tört, várjál. Vagy ez nála van már? Aha. Egy, kettő van nála. Királyság. Ezt akartam még ezt elolvasni. Narin, a múltban jól szolgáltál, most újra megteheted. A levélhez mellékelt tekercset Arxban az egyik nyilvános téren használd. Le fognak tartóztatni forrás használata miatt, és az örömerődbe szállítanak. A szigeten keres egy vörös bőrű gyíklényt, meg fogod ölni. Fel fogod darabolni a testét. Meg fogsz bizonyosodni róla, hogy a világ egyetlen varázslata sem tudja visszahozni az életben. A parancsaidat megkaptad, annyi arany vár rád, amennyit nyomsz. Sok szerencsét, sikeres vadászatot. Van ennek túloldala? Nincs. Szerintem tudhatta volna, aki ezt írta, hogy az annyira nem egyszerű ezt a gyíklényt elkapni. Most azt nem tudom, hogy azonos a szintünk. És akkor miért nem tudok nekik elosztani pontokat? Nem tudok. Na, nem baj.
Akkor itt az ideje, hogy megpróbáljuk elpusztítani azokat a bizonyos krokodilokat. Csak nem emlékszem, hogy hol voltak. Szerintem errefele. Krokodil. Kroki. Nem látom őket, de valószínűleg erre vannak. Mi a pénz? De... ez ki mászkál itt? Én lopakodni akarok. Jó, hát nem, mondjuk a hátulról meglátnak, csak nem is előlük akarok elbújni. Na jó, első körben, azt nem tudom, hogy itt van-e ilyen gomb, hogy ez... ebbe tudsz segíteni, Butcher? Hogy így szétkapkodjam őket? Hogy külön tudjam mozgatni, erre van egy gomb? Vagy ezt mindig így manuálisan kell megtennem? Várj, vele biztos, hogy valami magaslatra kéne fölmennem, hogy onnan tudjak ijászkodni. Ha, gyorsabb voltam! 200 IQ. Az mondjuk rohadt módon idegesít, hogy ő ugye másik páncélt sebez, és hogyha megnézzük ezeknek a... mágia sebzésük egyáltalán nincs. Ennek legalábbis. Nem is ért. Ez más, ez a két krokó. Az egyiknek nincsen mágia sebzése, vagy védelme, a másiknak meg van. Most észrevett volna. Kurva jól sikerült, meg vizsgálni akartam, nem megtámadni. Van tűzellenállása, na pont ettől tartottam, mert az kurvára rálőttem volna azt a tízecskét. Viszont, várj, áramot viszont nem mondott, hogy annak ellenállnának. A mérgezésnek állnak ellen, meg a tűznek. Szét áramozom mindet. Egy kis eső. Te szépen maradj ott. Sikerült? Igen, megsántult. Amúgy lehet fogadni, ha gondoljátok. Én szerintem meg tudom őket ölni. Ő a teleportálós, jó, ez kell nekünk. Milyen kurva anyádat csinálta? Ja, azt dobálhatod miattam, leszarom. És akkor most? Vele? Ugye még nem is vagyunk bent a fightban. Hol a víz? Ennyi? Ennyi lett a víz a sok esőből, ne basz föl. Valami útban van. Hát ez remek. Valami útban van. A picsába. Hát akkor ezzel nem fogunk magaslati sebzést kapni. Nedves. Jó, akkor lehet, hogy faszán meg fogja rázni az áram. Kapta, és meg is kábult. Király. Jó. Akkor várjatok, mert még van, aki még mindig nincs bent a fájtban. Hiszen lopakodó üzemmódban vagyunk. Érzem.
Ugye settenkedtünk, és akkor dobókés, nem. Hátba szúrás. Átugorja az ellenséget hátam mögé. Ez az, ez kell nekem. Mi a faszért érvénytelen ez a célpont? És szopac, ugye? Faszok! Megszúrtam! Oké. Okay. Akkor még mindig itt van a vörös herceg. Erre kerülünk. Iron Spine, nagyon szép napot kívánok. Nagyon a végéhez közeledünk a mai délelőtti streamnek, mert ugyanis délelőtt kezdtük el. Viszont este 6-kor folytatjuk ugyanezt a játékot, úgyhogy akkor még bőven tudsz csatlakozni. Hát ezt tudtam, geci bász, mit csinál? Ne! Most a faszomat bászd meg, te szemét, geci! Jól vagyok. Most mi a kurva anyádért mentél oda le, te faszfej? Hát ez nem igaz, geci, bazd meg a kurva faszomat! Hát bazd meg! Bazd meg a retkes apád faszát! Elnézést. Most mi van? És miért bokornak vagyunk álcázva, eddig nem így volt? Istenem, bazd meg, ezt a rohadt szemét fasságot! Most ez, azt sem tudom, melyik ez, amelyik most megy. Nem! Nyugi! Nyugi, bassz meg! De ezt a fasságot... Hát én meg sem akartam mozdulni azzal a cickány majommal. Hát még az előző karakterrel akartam lépni. És ilyenkor mit tudok csinálni? Erre van egy megoldás, Butcher? Tehát mondjuk egy ilyen... gomb, hogy stop! Hogy álljon meg! Vagy egyszer mellé nyomsz és beszoktad az egész fájtot. Jó, ez szar voltam ugye ez a kezdés, úgyhogy inkább maradj ott a kezdve. Sánta, az jó lesz. Na gyere, ezzel bemegyünk mögé. Bír! Jó, megvolt a hátbaszúrás is. Jöhet ez a csicska. És akkor... 9-10 légsebzés, vagy ez 7-10. Akkor... egyértelmű. Na várj, ez mi? Majd ezt, ennek is után járok, hogy fagysebzés az mennyire működik, hogy mondjuk lefagyasszuk teljesen az ellenséget, de most menjen a nagy damage. Oké. És akkor még mindig nem Petra jön, hanem... a veres. A veres herceg. Szerintem innen simán meg tudom támadni, nem kell semmi speckót használni. Így. Dír! Kapta! Oké. Na most! Most már kezdhetjük, rendesen mindenki benne van a fightban. És még nem nagyon sikerült egy krokodilt sem megölni, de majd mindjárt most. Oké.
és a magaslati sebzés plusz 25%. Damage, még él az a kibaszott krokodil. Áú! Kaptam. Jó, ő a varázslómra támad. És jön a teleportos krokodil, ugye? Hát csak nem teleportál. Anyát picsáját. Agyon dobta a haverját. És a vére is vezeti az áramot. Oké. Okay. Várjál, melyik? Jó, először szerintem őt kéne kinyírnunk. Mert ezt mindegyikkel tudom anélkül sebezni, hogy ilyen mágikus ellenállásba ütköznék. Nem dobókésezünk. A picsával a hátba szúrás most nincs. Akkor lehet, hogy mégis az lesz. Penge zápor. Ez nem is rossz. 3 AP idáig eljutni. Az még sok. Aha. Nem jutok el odáig. Jó, akkor csak helyezkedjünk. Ugye nem fogsz vele lépni. A játék ezen szakaszában még tengeri ízelt lábakat kellene ölnöd valami hajótörött parton. Na. Azt mondod, túl jó vagyok, és már most megölem a krokodilokat? Jó. Ezt majd legközelebb nyomjuk be, ezt az adrenalin cuccot. Most kör vége. Oké. Ő nagyon-nagyon nem jó helyen áll. Innen kijövünk. Kis olajocskába bele ne robbanjunk. És akkor tulajdonképpen már másra nem nagyon van akciópontom, mint hogy buzdítsam a többieket. Jó, jöhet a herceg. Ez majd később jó lesz, de most még szerintem inkább csak próbáljunk meg oda menni ehhez a bohózhoz. Ez mennyibe kerül? Ja, ez csak egy? Oké. Okay. Akkor ide 3 AP-val ide elmegyünk. Ugye te is bele fogsz menni a vérbe. Nem ment bele. És akkor megpróbálom innen. Kéne még egy centi! 0 AP-ból már nem tudsz kicsit lépni előre? Nem. Csába. Jó, eltaláltuk! Yes! Ég. Ez égő. És tényleg két körig most ég. Jó. Sajnos erre még egy kört várnom kell a röghöz kötésre. Tudod mit? Égen még több körig. Igen. És akkor jöhet a magaslati plusz sebzés. Tír, kritikus találat, fuck yeah! Ez is kritikus lesz, attól tartok. Nem, a vérző állapotot sem kaptuk meg, most már igen. Akkor. Mindent benyomunk, véráldozat, plusz egy akciópont jöhet. Támad. Úgy. Ez pedig még két akciópontot, de a következőben ezt elveszítjük, nem baj. Minél gyorsabban kell cselekedni, adrenalin. Deal. Oké, és van még egy. Ugye? Igen. Most viszont már nincs akcióponton támadni többet. Jó. Ez nem menti ki őt a bajból, hogy ide teleportált. Most ugye még egyet nem tudsz harapni, te szemét, geci. Nem, hála Isten. Nem mehetünk el a varázslóval mellett, nem tudom egyébként miért ő jön.
Inni azt kéne egyet. Megpróbálom megfagyasztani a gecibe. Aha, meghűlt állapotot kapott. Ezt meg gyorsan már nyírjuk ki. Sőt, őt már simán le fogom lőni Petrával, úgyhogy megpróbálom ezt feldönteni. Ezt. Dír! Hogy a pék szopná ki a golyóid. Jó, benyomjuk a pajzsot. Ezt már lőjük le a gecibe. Dír! Szép! Egy krokodil maradt, srácok, és még mindannyian élünk, úgyhogy ez eddig jó. Oké. Most megdádázzuk. Most akkor kritikus hátba szúrás volt, vagy mellé? Adjad a Petrát! Jellemzőbb, az meg rátámad a leggyengébb védelmű karakteremre. És ráadásul most ugye büntetést is fogunk kapni azért, hogy lentről támadom. Aha. Alacsonyan áll. Minusz 10% sebzés. Nem tudom a sokkolt állapot mit jelent egyébként. Azt mondja, hogy kevesebb AP-je van, és lassabban is nyeri vissza őket, akkor ez mire? Jó. Még egy kis légsebzést adjunk neki. Tír. Oké. Okay. Hát, valójában fel kéne mászni ezzel a csávóval, hogy itt rendesen tud ütni, csak akkor attól félek, hogy kettőnket tud majd egyszerre támadni, mindegy. Szóba szerencse. Tír! Ó, érző állapotot is kapott. Ez biztos, hogy most tírálnunk kell egyet. Megsántulj. Au! Jó. Ez buta volt ez az állat, mert elkezdte a tankomat ütni. Most elég szépen felsorakoztunk ide. Ez lehet, hogy nem a legjobb pozíció, hogy mind a áron itt állunk. Ez mi? Ja, még egy hátba szúrás belefér, akkor viszont király. Ez kritikus volt, geci! Yes! Na kurva nagyot mentek, srácok. Megöltük a krokókat. Úgyhogy akkor jöhet a loot. Most hol vagy Petra? Hova a geci picsába mész? Oké, és akkor megvan a teleportáló kesztyű. Jó, ennek csak a fogait vertük ki. Azt is viszem. Ezt nem tudom, mi van. Ramagy torzó. Ez kell. Azt is viszem, a beleket is, minden. A loot az loot. Vérfoltos napló. Ha igazok a pletykák, gazdag leszek, mint az ősök. Nem várhatok kevesebbet egy király kincstárától, még ha egy börtönszigeten van is. Ha olyan lesz, mint az ezüstvölgyi börtönök, akkor olyan könnyű lesz kijutni, mint bejutni volt. Manapság bármelyik forrásmágust elviszik, és annak könnyen kiadhatom magam. Bejutottam, azonnal találtam egy szövetségest, azt mondja, hogy egy teleportáló teleportáló varázslata, ami elég könnyen meg tudok szerezni. Csak azt kellett mondanom, hogy együtt megszökünk. De távol álljon tőlem, hogy egy égent vezessek az aranyhoz. Olyan közel vagyok, hogy szinte érzem a szagát. A kincstárnak a börtönön kívül kéne lennie, ha hihetek Barberrának. Az ő térképe kifelé vezető jegyem a börtönből, szinte már látom is, amikor becsukom a szemem. Hát ennek bizony nem sikerült kijutnia. De azt már tudjuk, hogy itt ezen a szigeten van a kincstára
Dracus Rexnek, vagyis a volt forrásmágus királynak. Csontváznál nem volt semmi. És akkor, ha jól emlékszem, srácok, a teleport az úgy működik, hogy akin rajta van a kesztyű, az tudja a többieket elteleportálni. Tehát akkor... Ha például... Most őt... Petra felveszi a kesztyűt, akkor... Aha, akkor így kijelölöm valamelyiket, és mondjuk ide teleportálom. Mondjuk ez nem esett neki annyira jól. Természetesen nem csak embereket, hanem tárgyakat is tudok ugyanígy teleportálni, vagy hát én úgy emlékszem. Úgyhogy vigyünk halat. Jó, megvan a teleport. Megvan a négy fős csapatunk, vagy hát mondhatjuk, hogy öt. Mert ez a mókuska ez jön utánunk. A macska is? Egyébként azt hiszem a macska is. Mindenféle állatunk van. Pihenünk egy nagyot, és még egy valamit akartam megcsinálni. Hogy van nekünk egy elfünk. És ő... Mondjuk meg tudja enni ezt a fejet. Aha. You cover your face with your hands. You've just heard the news. The elven homelands have been destroyed by death fog. It was your order who did it. How can this be? Mhm. Az durva cucc, mondjuk. Kaptam egy új képességet, ezért már megettem. Na várjál most. Ezt jól láttam, hogy ő gyógyul, amikor a vérben áll. Aha. Oké. Ez hasznos tudás. Na, együnk még egy kicsit. Ha már így belejöttünk. Early memories are overshadowed by a terrifying death. A tempest of teeth, scales and snarls. You never imagined it would end like this. Természetesen a jövőben jobb lenne, hogyha olyan sorrendben, amikor megtaláljuk őket. Akkor együk meg ezeket a cuccokat, mert na, lehet, hogy az evés gyógyít be, az meg nem is a vér. Na mindegy, majd kiderül. Mert ugye így nem tudjuk, hogy kinek az emlékeit látjuk. Hát ezt éppen igen, mert ki van írva, hogy Atuszának a lába. Megeszem. A single name throbs across your brain. Verdas, Verdas, Verdas. He must escape. He cannot die here. He cannot. Milyen rejtett ládát? Köszi szépen a Gigi. Nem tudom, miről beszélsz. Hát ez a játék kurva jó. Úgyhogy természetesen sikerült. Mert király vagyok. Senki nem halt meg. Megöltük a három izét. És természetesen megszereztük a teleportáló kesztyűt is. Úgyhogy valójában én ennyit terveztem mostanra, és este pedig folytatjuk, tehát hogyha jól látom, akkor 3,5 órán belül. Elmegyek egy jó hosszú szünetre, és akkor, ahogy ígértem, dupla stream, folytatjuk innen a játékot este 6-kor a rendes stream időben. Várlak benneteket szeretettel. Nem tudom, miért nem így köszöntem el, ahogy szoktam. Úgyhogy folytatjuk. Szerintem király ez a játék. Én addig valamilyen módon, ha nem is gyorsan és könnyedén, meg tudom csinálni, hogy elmenjünk erről a szigetről. Na onnantól kész káosz az egész, úgyhogy remélem, hogy most majd élőben jobban fog menni, és esetleg ti is tudtok segíteni. Nem válaszoltál, mit csodára? Megkérdezheted, még itt vagyok, Norbi. Nem a kék színű Norbi, hanem a piros színű Storm típusú Norbi. Mire kellett volna válaszolnom?
hogy nézne ki a dobogó, ha Baldur's Gate, Divinity, Diablo címeket kéne sorrendbe rakni. Nagyon nehéz a Diablo-t ide beilleszteni, mert teljesen más játék. A Baldur's Gate 3 az... be kell, hogy valljam, hogy sokkal jobban tetszik, mint az a játék. Mégpedig elsősorban kettő okból. A sztoria ennek is nagyszerű. Az egyik dolog, ami ebben a játékban annyira nem tetszik nekem, az az, hogy állandóan mindenki lángol. Tehát, hogy egyszerűen nincs olyan pillanat, hogy belemész egy fájtba, és valami vagy az áram ne kurná, vagy ne gyulladna meg, vagy nem lenne mérgezett. Tehát mindig valami az egész képernyőt befedi, ilyen fasság, ilyen elementális akármi. A másik dolog meg az, hogy nagyon örültem volna, hogyha ebben is, mint ahogy egyébként a Baldur's Gate 3-ban, megcsinálják azt, hogy a párbeszédek, azok ne csak feliratozva legyenek, hanem tényleg beszéljenek egymással a karakterek. Azt még nagyon hiányolom, és akkor jóformán hibátlan lenne ez a játék, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik. Biztos, hogy hátrébb áll, mint a Baldur's Gate 3, amennyire most nekem tetszik, de kurva jó játék ettől függetlenül. A Diablo-t azért nehéz tényleg ezekkel összehasonlítani, mert szintén kurva jól sikerül szerintem a Diablo 4, de azért nehéz ezekkel összehasonlítani, mert ugyan az, amit a Diablo tud, azt nagyon jól csinálja. Tehát elképesztően jó és élvezetes a harcrendszere, meg most nekem a fejlődés is, meg craft, meg minden cucc kurvára tetszik benne. Viszont, mint sztori mesélés, nem érhet ezeknek a szerepjátékoknak a közelébe. Akár a Divinity-nek, akár a Baldur's Gate-nek sem. Úgyhogy egy nagyon más típusú játék. De ha muszáj sorrendet rakni, akkor legyen így. Legyen így, ahogy leírtad sorba. Baldur's Gate, azt tudja, hogy ez az első. Divinity a második, és Diablo a harmadik. Egyébként, ha már így a szóba került, akkor még azt is elmondom gyorsan, hogy ugyan ma szerintem nem lesz készem, de a Baldur's Gate-ről hamarosan a YouTube-ra is kikerül egy videó. Úgyhogy valójában az már önmagában választ adna a kérdésedre, ugyanis azt a kérdést ecsetelem a videóban, hogy vajon a Baldur's Gate 3 lesz-e a valaha készült legjobb játék? És szerintem igen. Szevasztok, srácok! Este találkozunk, hogyha jöttek, és folytatjuk a Divinity 2-t. És nem azt a gombot nyomtam meg, amit szerettem volna.